Jó estét! Sziasztok! Na, Robi még a hajszárítóját keresi. Addig én földobom azt a kérdést, amit a múltkor nem tárgyaltunk meg, de meghirdettük, a harmadik birodalom mítoszai. Egy szívemhez közel álló kedves témáról van szó, és itt mindig el voltam nyomva ebbéli témámat illetőleg. Tehát én mindig gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy a harmadik birodalom ekkora mítikus súllyal bír még mindig napjainkban is. Tehát miért van az, hogy a nácikat úgy démonizálják, hogy ők szinte mindent tudnak, és mindenféle képességeknek a birtokában vannak. Ha belegondolunk a filmekbe, könyvekbe, természetesen a történetileg nem teljesen hiteles filmekre és könyvekre gondolunk. Philip K. Dick, Ember a fellegvárban, állítólag most csinálnak belőle filmet, illetve a Robi barátom mutatott nekem egy nem is trélert, az valami 40 perces pilot volt. Ugye a harmadik birodalom nyerte meg a háborút. Ennek egyébként van filmben is egy előzménye, a harmadik birodalom az a címe, egy ilyen közepes film. Hogy hívják azt a B-movies csávót, olyan szőke? A Rutger Hauer, így van, az játszotta az SS-t, aki már egy ilyen keresztényi SS volt, és így kinyomozta, hogy milyen disznóságok történtek, ugye ott a harmadik birodalom megnyerte a második világháborút, és az 50-es évek végén, vagy a 60-as évek elején, 50-es évek végén, ha jól emlékszem, járunk Németországban, és hát így gondoljunk csak bele, hogy a nácik mi mindent találtak föl, mármint a fantáziába. Föltalálták az időgépet. Philadelphiai kísérlet. 2, ha jól tudom, mert több van belőle. Föltalálták az időgépet, visszamentek az időbe, és megnyerték a háborút. A nácik a Holdra szálltak. Létrehozták a Hold bázist. Ugye Iron Sky. A náciknak van ennek egy ilyen képregény változata is, már a déli sarkon volt kísérleti bázisa. Akkor brazíliai fiúk, Mengele Brazíliába már kitalálta a klónozást, és csinált 100 darab Hitlert. És miket találtak be? Megtalálták a grált, tehát a nácik kurva sok mindent tudtak, de kurva sok mindent. Tibet, náci, időgép, hold, marsutazás, Philip K. Dicknél már marsra eljutnak. A Frigyládát is ők találták. A Frigyládát is a nácik találták meg. Tehát mi a jó Isten az oka ennek? Tehát Sztálin miért nem fedezte fel az időutazást? Vagy Mao Tse-tung miért nem ment el a holdra? A nyomorúságos Kristálykoponya királysága című filmben megpróbálkoznak ezzel, hogy Sztálinnak is legyen ilyen őrült. De most komolyan? Igen, igen, nagyon szar. Nem szabad megnézni, lerombolja a mítoszt. Legalábbis megpróbálja. Hát igen, de minden, ami Lukász, az... Miért a Lukász csinált ezt a Kristálykoponya Sztálinost? Hát az összes, Indiana Jones-t a Lukász csinálta. De várjál, de ott Lukász már Sztálin és Spielberg közösen gyártották az Indiana Jones-t. Az oké, azt értem, de ez, amit most mondtál, ez a Kristály... Már Sztálin van. Próbálják Sztálint is fölemelni Hitler szintjére, de nem sikerül. Nem sikerül. Azért, mert Sztálinnak, hogy mondjam, Sztálinnak zsarnoksága volt, Hitlernek viszont volt... Volt egy ilyen nagyon erős spirituális hatása. Az tagadhatatlan, hogy Hitlernek volt egy nagyon-nagyon erős, meg nem csak Hitlernek, hanem... Sztálinnak is volt. Hát... Mao-nak is volt. De várjál. Bár nem. A vörös könyvecskét tejának is megfőzték, hogy gyógyít. Tehát bedarálták a Mao vörös könyvecskéjét, megfőzték tejának, és akkor az betegségeket gyógyított. Meg a feje alá tette, és akkor meggyógyult a fejfájása, meg ilyesmi. Jaj. Tehát azért volt, és azért, hogyha belegondolunk, hogy Sztálint is bebalzsamozták, mint a fáraókat, egyébként milyen vicces ez is, így belegondoltam, hogy a egyiptomi fáraókat elrejtették, meg a szakrális uralkodókat általában elrejtették, így a piramisok mélyére, meg a sírkamrákra, a szovjet birodalomba, meg ott kitömve mutogatták, érted? Meg, érdekes ezzel kapcsolatban az, hogy ugye Hruscsov kiszedte Sztálint a mauzóleumból, ugye a Lenin mauzóleumban volt Sztálin Lenin mellett, amíg Hruscsov ki nem szedte onnan. És akkor azt Sztálint azt eltemették. Csak hogy az, akit eltemettek, az a bebalzsamozott Sztálin, abból nem lesz zombi soha, érted? De miért nem?
Mert be van balzsamozva, nem rohad el. Érted, miről beszélek? A zombinak rohadnia kell. Hát az a, igen, igen. Hát akkor hát meg az a halott. Na most te nem így értem, hogy nem lesz zombi. A múmia bosszúja. Hát kijön a Sztálin, és akkor ott izé. Érted? De nem. A Sztálin az még most is olyan állapotban van, hogy egy kis restaurálással ki lehetne rakni újra. És az a kérdés, hogy majd lesz-e ehhez rezsim. De a Sztálin megvan. Tudják, hogy hol van eltemetve. Ott van benne a Sztálin elvtárs, és tartósítva van, tehát megvan. Tehát nem, biztos, úgy van, nem úgy van, ahogy a nagyfater van, hogy így hát így volt a nagyfater, meg van a sírja. Várjál. Hanem, hogy a Sztálin is van, bazd meg, nem csak a sírja van. De tuti van. Persze, elégették, és a hanvait tették be a, izébe, a munkásmozgalmi falba. Nem, én úgy tudom, hogy izé eltemették. Hogy ott van a csávó bent. Én úgy tudom, hogy eltemették. Mumifikálva. Kemény. Igen, eltemették. Kemény. Tehát azt ki lehet még onnan szedni? Arról van szó. Jó, hát Hitlert nem mumifikálták, de hát nem is kell, mert Hitler ugye túlélte Dél-Amerikában, aztán a Holdon, meg a Marson, tehát végül is ő örök életű. Na mindegy, visszatérve a topikra, tehát hogy miért van ez, hogy pont a harmadik birodalom. És még ilyenek is eszembe jutottak, hogy a csillagok háborújába szerencsétlen izé, mondd már a sötét lovagot, a Darth Vader, igen. Én mindig utáltam egyébként a csillagok háborúját, és most is mélységesen utálom, elnézést a rajongóktól. Tehát, hogy a Darth Vader hogy néz ki? Hát, mint egy ilyen német motoros, nem? Tehát kicsit mondjuk a sisakja hosszabb. Hát nézzétek meg, ilyen kurva hosszú köpenye van, egy német rohamsisak, és az a német motorosoknál, mint az Iron Sky-ban, a motorosok ilyenek. Tehát ez a szemüveg, sis, az a tipikus német sisak, hosszú köpeny, ez a bokáig érő köpeny, ilyen csak fekete szegény, hát persze nyilván fekete. SS egyenruha is fekete. Tehát, hogy a harmadik... SS egyenruhát a Hugo Boss tervezte. Így van, az egy bosszöltöny. A nagypapa, az egy bosszöltöny. Az egy bosszöltöny, az igazság. És vágjátok, hogy melyik az SS. Az SS az az, amelyik nem a Wehrmacht. A Wehrmachtnak ilyen zöld... terep, hát ilyen terephez igazodó íze. Meg szürke volt a tiszteknek. Igen, szürke. Igen. Viszont az SS-nek az a bosszöltöny, az fekete. Vágjátok, az milyen kurva elegáns, amikor azokban a fekete egyenruhákban. Nagyon elegáns, azok a Schneidig Hugo Boss, bazd meg, azért az nem akármi. Nekem mindig tetszett gyerekkoromban, hogy így gyorsan, ahogy mennek le a lépcsőn, és akkor így a kesztyűjüket így, ahogy szedik le, arisztokratikusan, érted? Tehát azért... Na, tehát tényleg volt egy ilyen stílusuk, egyébként, és el tudom képzelni, hogy a nácik már magukról megcsinálták ezt a mítoszt, és ezt máig beszopja az egész világ. Tehát ezért tovább, érted? Az a mítosz, amit ők saját magukról csináltak. Tehát mi vagyunk a sötét birodalom, a harmadik birodalom. Mi mindent tudunk, mi sokkal jobbak vagyunk. De egyébként, érted, még az atombombát se csinálták meg. Tehát a Heisenbergi, nem gondolok a Walter White-ra, tehát nem az a Heisenberg, hanem az igazi Heisenberg, tehát ugye őt bízták, vagy őket bízták meg az atombombának a előállításával. Nehéz vízzel próbálkoztak. De ők szabotálták azért, mert nem voltak azért haverok teljesen a náci rezsimmel. Uh-huh. Tehát volt ott egy titkos szabotás. Uh-huh. Nem hiszed? Nem tudtam erről. Ezt most hallom. Tényleg. Tehát volt egy ilyen belső szabotázs is. Sőt, a Heisenberg maga írja az emlékirat. Persze mindent meg lehet hamisítani. Háború után már nyilván mossa magát tisztára, hogy volt neki még egy kommunista munkatársa is, aki még a náciknak dolgozott. Jó, de az ilyen fizikusokat nem lehet csak úgy lelövöldözni. Tehát, hogy így az... Most így kommunista, igen. Hát a zsidókat elüldözték. De nem, de az az igazság, minden, hogy azok meg megcsinálták a... De hogy ezekből van, nem tudom én, 8 vagy 10 van egy országban, aki egy ilyet össze tud rakni, érted? Kb. Ezeket nem lehet agyon lőni. Megtalálni kurva nehéz, érted? Tehát... Az a kurva nehéz, hogy az ilyen, az ne újságot hordjon ki, érted? Hanem, hogy így megkapja a lehetőséget arra, hogy kiderüljön egyáltalán. Mao-nál újságot hordott volna a fizikus. Tehát azért Mao-ék olyanokat megcsináltak, erről biztos talán hallottatok, hogy a verebeket úgy írtották ki, mert a verebek pusztították a vetést, és ugye a mezőgazdaság az nagyon fontos egy maoista, kommunista társadalomban. Tehát ők nem annyira iparra építettek, mint a sztálinisták,
hanem a mezőgazdaságra is. A verebek elpusztítottak a vetést, ki kell írtani a verebeket. És akkor azt csinálták, hogy az egész kínai társadalom kiment, és akkor ilyen nagy lármával, meg hangszerekkel, meg minden, addig kergették a verebeket, amíg azok le nem hullottak, és összegyűjtötték. És kiirtották az összes verebet. Ennek következményeként elszaporodtak bizonyos férgek, és még szarabb lett a termés. Tehát ez a kommunizmus. Na de visszatérve az eredeti problémára, vagy az eredeti kérdése, tehát hogy miért van az, hogy a nácik máig ennyire kiemelt, hogy is mondjam, negatív értelemben, de mégis valahogy kiemelt tiszteletnek örvendenek. Míg a kommunizmus, ha belegondolsz, az inkább mosolyt csal az ajkakra. Tehát hiába írtottak ki szám szerint mondjuk több embert, valahogy azt mondja, hogy kommunizmus, sztálinizmus, akkor úgy röhögünk, nem? Tehát úgy röhögünk rajta. Még Észak-Koreán is röhögünk, pedig az egy rém nem birodalom, de egy rém állam, egy rém rezsim. De ezért valahogy a harmadik birodalom mégis olyan mítikus máig, érted? Tehát mítikus. De az azért időutazás, hold, Mars, déli sark, tehát ez a Grál, Frigyláda, tehát minden tanács. De ez azért van, mert a Hitler az nem csak, tehát azt mindenki érzi, hogy a Hitler az nem csak egy politikus volt, a Hitler az egy főpap volt. Az több volt annál. A Sztálin is. Ez de nem, poén, úgy nem. A Mao is. Főpapok voltak, ideológiai igen, fő, akárki. Igen, de a sztálinizmus az egy szélhámosság volt. A hitlerizmus az meg nem volt szélhámosság. Jó. Az komoly projekt volt. Hogy mondjam? Nem. Arról van szó, hogy a sztálinizmus az egy ilyen Isten nélküli új kereszténységnek, vagy hogy is fogalmazzak, új reformációnak, tulajdonképpen az Isten utáni új reformáció, mert valójában ez volt a baloldaliság, az valójában ez volt. A baloldaliság igen, a sztálinizmus nem. Na erről van, szó. Inkább egy görög-keleti vagy katolicizmus. De ez vált, ez vált, hogy mondjam, létrehoztak egy parancsuralmi rendszert. Mert az volt a koncepció, hogy a parancsuralmi rendszert létrehozza a proletariátus, akkor a proletár, öntudatos proletár végül majd, amikor fölépítette a kommunizmust, így a hatalmat így visszaadja a népnek. Így a jóságos proletár. Már a proletár élcsapatot mondod, igen. Mert a proletár maga a nép. Na de de valójában tehát a proletárok vannak egyenlőbbek. Na jó, de arról van szó, hogy a proletariátusnak van az élcsapata, igen, az a proletariátus élcsapata. Ők az élcsapat, az a párt, az igen, a párt. Igen, de ők valójában értelmiségiek, akik kisajátítják maguknak a proletariátusnak a képviseletét. Keres a csajot? Nincs is csajod. Kedves ügyfelünk, havi mobilnet keretéből kevesebb, mint 20% maradt, most ez kellett. Hát látod, mosoly csal az ajkakra, mennyi maradt a számláton? Már csak 2 gigabájt kevesebb, mint 20% gigabájtonként? Na, nem nézheted a pornót. Na mindegy. Szóval... Harmadik birodalom. Tehát ne, arról van szó, hogy... Egyébként várjál a Hitler... Próbálok válaszolni a kérdésedre, amit felvetettél. Válaszolj. A probléma az, hogy a hitlerizmus az nem is összehasonlítható másfajta ilyen rezsimekkel. Bizonyos értelemben. Francia forradalom. Annyira szakrális volt, azt kell, hogy mondjam, az egész hitlerizmus. A francia forradalomhoz hasonló egyébként. Az is szakrális volt, észistennője, na jó, igen, kultuszok, igen. Templomok. Na, ott már, itt már közelebb jár. És egyébként, hogyha meggondoljuk, akkor valóban a bolsevik rezsimekben kurva sok volt a korrupt politikus. Na, erről van szó. A hitleri rezsimbe egyet ismerünk, szegény Hermann Göringet. Tehát, hogyha ha végül is mondjuk... Jó, a háborút mindenképp elvesztették volna, tehát az mi lett volna, ha ez a Philipp K. Dickes ember a Fellegvárban koncepció, ez eleve bukik. Ez azért nincs így, hogy mindenképpen. Hát de azért akkora volt a túlerő, tehát az nem, tehát 45-ben mindenképp elbukott volna az igaz ügy a túlerővel szemben. De ezért, tehát hogyha picit lett volna lehetőség a konszolidációra, akkor Hermann Göring lett volna az, aki megcsinálja azt, amit a Ruscsovék csináltak Sztálin után. Tehát az tuti. A Göring az mindig korrupt volt. Hogyha láttátok a Die Untergang című filmet, minek fordítottak magyar? Bukás. Akkor ott a Hitler magából kikel van, amikor megtudja, hogy Himmler is lelép, mentve a bőrét, akkor így magából kikelve üvöltött, hogy
a leghűségesek, a hűségesek leghűségesebbje? Hát ezt egyszerűen nem értem. Göringen nem csodálkoznék, ő mindig korrupt volt, de Himmler, tehát még ő is lelép. Tehát ez az, de mindig korrupt mi mindig, volt. Mindig felosztottuk a politikusokat Danton és Robespierre-i Egy pillanat. Miért lehetett Göring légimarsal, meg Bajor miniszterelnök? Hogy lehetett? Hát ez a kérdés. Ha a Führer azt nem akarta. Első világ... De hát, akkor a Führer volt a korrupt. Hogy egy korrupt Göring az a Führer korruptsága. Ne amit, csináljuk úgy, mintha amit kihelyez egy másik figurába? Persze, és az, hogy a korrupt Göring az Hitler ravasz volt, és tudta, hogy egy Göring nélkül nem tudja vezetni, nem tudja kormányozni az országot, ha nem ad egyetlen egy... Bizonyos értelemben ez volt a nemzeti szocializmusnak a gesztusa a bulvár felé, vagy hogy fogalmazza? Ja, a Göring. Érted? A Göring. Tudta, hogy egy Göringet, ha nem hagyott egyetlen egy embert, akivel a kibaszott német prolik meg parasztok együtt, el tudják képzelni, hogy egy kurva sört megígyanak együtt, nem tudja őket a vezetni, Himmlerrel... mert imádni fogják őket. Tényleg a Göbbelszel, meg a Himmlerrel, meg a Bormannal sört inni, az, na igen, olyan fura. Robespierrel borozni, na kb. Ez. Látta valaki a Danton című filmet Andrzej Vajdától? Emelje fel a kezét. Na, van itt 5-6 művelt ember. Jó film. Abban van egy jelenet. Ugye Danton, itt Göring, Robespierre, Hitler. Minden diktatúrában vannak Robespierre-i és dantoni alakok. Talán a latin-amerikai diktatúrákat kivéve, mert ott mindenki Danton, tehát ott mindenki kibaszott korrupt. Magyarország. Ja, jó. És itt sincs Robespierre. És akkor Robespierre és... Örüljünk, hogy nincsen Robespierre. Hát igen. Robespierre és Danton találkoznak egy szállodába. Kibasznak mindenkit a szállodából. Egy titkos megbeszélés. És Danton, aki sikasztó volt, kurvázós és iszákos, de emberi. Tehát aki tényleg azt mondta, hogy ő érti a nép szavát. És tényleg. És a Gérard Depardieu játszott a Dantont. És sose felejtem el azt a jelenetet, hogy boroznak, és Danton teli tölti Robespierre-nek a poharát. De annyira, hogy színültig. A Robespierre erre úgy válaszol, hogy nagyon-nagyon óvatosan felveszi a boros üveget, éppen csak annyit iszik belőle, hogy ki ne lötyenjen, és visszateszi. Egyébként a Danton azt is mondja, mit tudsz te a népről, he? Életedben sose voltál nővel, sose ittál. Megszégyeníti, mert valójában provokálja a Robespierre-ben lévő zsarnokot. Provokálja. Egyébként be van baszva végig a Danton a jelenetben. A Danton végig be van baszva, a Robespierre végig színjózan, mint mindig. Mindig. Ja. Jó, de az egy kiváló film. Úgy hívták egyébként Robespierre-t, hogy a megvesztegethetetlen. Tehát ő élete végéig albérletben lakott egy Párizs külvárosi szatócsnál, vagy valami, nem tudom, tehát ilyen kisiparosnál, albérletben egyetlen szobába, egyetlen szút nem fogadott, az a francia aprópénz volt, semmit nem fogadott el senkitől. Egy aszkéta volt, tehát az a tipikus politikai aszkéta, és totális zsarnok. Tehát az, aki teljesen mindent akart. Tehát ez a vizsgálat nélkül lehessen elítélni a konventbe embereket. Nem, amikor elhangzott az a javaslat, hogy tegyünk hitet úgy a bizottságok mellett, hogy a vádirat felolvasása nélkül elfogadjuk. Tehát ez már ez a szakrális, fekete értelembe, ez a szakrális, tehát ez az egyházi vakhit. Ez abszolút a vakhit. És akkor szerinted a harmadik birodalomnak ez a félelmetessége okozza igazából ezt, hogy máig élő mítosz, és emögött pedig az van, hogy a harmadik birodalmat csak Robespierre-ek vezették, egyetlen Göring. Hitler magasabb ligában játszott, mint ezek a figurák, akár a Robespierre-ek. Hitler az így a Jézus Krisztust hívta ki a legdurvábban. Tehát, hogy így az ellenpólus, tehát, hogy ilyen, olyan erővel töltötte be. Tulajdonképpen Hitlerig az ember,
az emberiségnek a szellemi, vagy hát a nyugati ember szellemi horizontján a két pólus, egyik az Jézus volt, a másik az nem volt betöltve, ezzel már Dantének is kurva nagy problémája volt, hogy kit állítson szembe. És akkor a pokol legmélyebb bugyrába odarakta Júdást, meg Cassiust, meg Brutust. Tehát, hogy így az árulás, mert az áruló a legrosszabb a Dante szerint, szerintem a Dante érzelgős volt, és nem. Csak akkor még császárpárti volt. Semmi egy ilyen, igen, semmi egy ilyen, politikai gesztusnak odadobta a poklot. Kb. Nagy Dante. Ja, na, mindegy. És de nagyon szép volt a szerelme. Ja, csodás. Miért? A Plátó? Jó, hát te már egy romlott modern csávó vagy. De te ne beszélj. Te nem érted meg azt, hogy valaki egy nőbe úgy szerelmes, hogy csak nézi messziről, meg ilyesmi. Tudom, mert ez az én lovagi ideálom. Messze vagy te ettől, hogy majd én szembesítelek téged legközelebb a lovagi ideáloddal, bazd meg, amikor a konténernek döntve kursz éppen, bazd meg, és letolt gatyával így a segged mozog, és majd jelzem, hogy így mögéd állok, jó? És majd így mondom, hogy a lovagi ideálod az a... Nézd, a középkori lovagokban is megvolt a földies rész, és megvolt az éterikus rész. Hát a lovagok kurtak össze-vissza, de volt egy hölgyük, akiknek a szamarat nem kurta meg egy lovag, és a kecskét se, azok az arabok, bazd meg, nem a lovagok. Faszt, a lovagok max csecsemőt ettek, bazd meg, sose kurtak azok szamarat, ne viccelj már. Bárány sem, az a könyvelő négy napjának a második napja. Adjatok már a bárányra. Provokáljátok, nem szabad az állatokat szurkálni. Akik ketrecen keresztül ilyen botokkal szurkálni. Állítsátok le magatokat. Na, szóval... a harmadik birodalom a téma, na, harmadik birodalom. Miért fedezték föl az időutazást? Ez egy szakrális, hogy mondjam, arról beszélünk, hogy a Dante is azt képzelte, hogy a világ az egy ilyen kétpólusú valami, pedig akkor még csak a Jézus Krisztus volt, nem volt másik pólusa. És aztán hát voltak erős kihívók, de az meg senki sem volt igazán méltó. És a Hitler az egy olyan életművet, meg egy olyan életpályát, meg egy olyan hagyatékot rakott le, amivel jogosan érezheti az bassza meg az emberiség, hogy így van egy született, most született egy komoly kihívó, most már kétpólusú a rendszer. Tehát most már nem csak az van, van a Jézushoz hasonló, meg a Jézustól nagyon különböző dolgok, hanem hogy van valami erkölcsi fekete lyuk, ami így a Jézussal szemben, a Jézus Krisztussal szemben áll. Én azt gondolom, hogy a Hitler az valami ilyen figura, az valami ilyen infernális figura, ami nem véletlen az, hogy ezek a mítoszok, amikről beszélsz. Próbálok választ adni a kérdésedre. Ja, hát dialógus. Erre akarok reflektálni, tehát valamire ráhibáztál, vagy láttad azt a dokumentumfilmet, amire most gondolok, hogy kérdezték a Hitlernek a rajongóit, hogy mit éreznek. Főleg nőket. Kurva sok nő rajongott Hitlerért. Meg kim volt a képe a... Hitler, tudjátok, hogy miért nem vette el Évát? Falon. Miért Éva boldogsága a házasságuk tartott 30 percig állítólag? Vagy 27 percig? Nem volt egy hosszú... Ott voltál? Hát láttam a filmet. Szóval... Az egy csodás házasság volt igazából egy jelenet. A Robi a házasság könyvet is írt róla. Tehát az Hitlert basztam, ez a Hitler könyvnek basztam a címe. Igen. Hiszen a tökéletes bestseller. A bestseller. Pornó és náci egyszerre, tehát ezt mindenki megveszi. És valamilyen sejtjük, hogy nem Éva az, aki ezt írta, ugye? Igen. Tehát Évát azért nem vette el a Führer, mert a Führer elmondta, hogy nem lehet. Tehát, hogy ő neki egész Németország a mennyasszonya, és Németországban az összes nő. Ő nem vett el egy nőt. Tehát ezt megmondta Évának, és hát így Éva így mondta, hogy hát így Adolf jó. Tehát így mit mondott volna, bazd meg? Beszarok, én azt mondta volna, hogy hát akkor ilyen körülmények között, ne arra, hogy én ezt nem tudom vállalni a kapcsolatunkat így kifelé. Tehát így, akkor ez komoly. Én ne arra, hogy így, hogy nem tudsz vállalni, Adolf, gyűrű vagy, sajnálom. És a jövő héten ne is hívjál már akkor. Várjál, hát... De én mondogattam régebben, amikor még ilyen züllöttebb életet éltem, hogy én hűséges vagyok, én nem hagyom el ezt a sok kedves szép nőt egyért. Tehát akkor ilyen értelemben Hitler ezt kiterjesztette egész Germániára. Hát valójában arról van szó, hogy a Führer volt a férfi, és Németország volt a nő. A nő. Németország az anya volt. Tehát arról van szó, hogy A fasz, buzi volt, bazd meg, Vaterland, apaföld, bazd meg, Vaterland.
Jó. Nem Mutterland, ilyen nincs, bazd meg. Na jó, mindegy. Az apját kurta? Na milyen már ez? Nem. Na ez már a bulvár, ez már a bulvár, megyünk le, tényleg megyünk le. Na, történészek vagyunk, bazd meg, azért már álljunk meg a menet. Hát persze, hogy történészek vagyunk, kurvára azok vagyunk. Hát történetesen azok vagyunk, ha már történészek vagyunk, bazd meg, tudjuk a történetét annak, hogy megszereztük a kurva diplomát, vagy nem. A kérdés, hogy mi képezi ezt a szakralitást? És én azt gondolom, hogy ezt a szakralitást azt képezi, hogy ez egy sötét, erkölcs elleni... Antikrisztus. Nem, szerintem nem az antikrisztus, tudod, hogy én nem azt tartom. Az antikrisztus, tudom, te a reklámot tartod. Nem az a reklámot, a reklám alanyát tartom, a virtuális személyt, aki boldog, te azonosítod magad. Értem. Az antikrisztus. Tudom. Nem antikrisztus. Hanem egy sötét eljövetel. Mózes, mert egyébként. Ahogy a kommunizmus a kereszténységnek az árnyéka, mert kurva sok keresztény elem van benne. Igazságos társadalom, egyenlőség, eljövendő boldog, Isten országa, csak kommunizmusnak hívjuk. Csak nem az árnyéka, hanem az új reformációja. Igen, úgy a nácizmus az judaizmus. Így van. Kiválasztott nép. Így van. És csak most nem viccelek. Ellen judaizmus. Tehát más az új reformáció, tehát az új kereszténység, meg más az ellen judaizmus. Tehát a mintázatok akkor is megfelelnek, hogyha az új kereszténységről beszélünk a régi helyet, meg akkor is, hogyha az ellen judaizmusról, vagy az ellenzsidó állapotról beszélünk. A mintázatok megfelelnek, de mégis más. Érted? Más struktúrális. Itt most olyan gnosztikus tanokat hallotok, amit sehol másutt a világon. Ezt egyébként becsüljétek meg 300 forintért. Úgyhogy... Na, visszatérve, várjál, de... azt akartam mondani, és akkor nyilatkoztak ezek a nők, hogy mit imádnak Hitlerbe. Ott van a képen. És azt mondja, hogy Úgy nem férfiként tekintünk rá, mint hím, hanem mint Jézusra. Ezt mondta az egyik nő, hogy olyasfajta érzéseket kelt benne, mint gyerekkorában a Krisztus a templomba, Hitlerbe. Korábban, egy csomó és ezt képzeld el, hogy ez itt jár köztetek, ez az ember. Itt él köztetek, hát egy ilyen figura. Akiben ez az erő megvan. Most képzeld el, hogy egy Jézus, hogy úgy nézel rá, mint egy Jézusra, és azt érzed, hogy itt körülötted íródik az új evangélium. Képzeld el. Érted? Ezt kapták meg a németek Hitlertől. És hányan kiröhögték? A német anarchisták például Hitler bajszot neveztettek, és így fésülték a hajukat, mert így röhögtek rajta, mint egy ilyen avantgárd pozőrön. Érted? És mezit láb, így jártak, német anarchisták. Tényleg, 20-as évek végén. Aztán már nem röhögtek. Ezek koncentrációs táborokban. Aztán már nem röhögtek. Koncentrációs táborokban végezték. És sokan hülyének vették. Hát volt egy klasszikus anekdóta. Egy nagy, gazdag, zsidó, gyáros család. És az összes vagyonomat külföldre menekítettem, nagy búcsúvacsorát rendezett, és akkor mondja a család. De hogy miért teszi ezt? Azt mondja, elolvastam Adolf Hitler Mein Kampf című könyvét. Kórusba kitört a röhögés, azt hitték viccel. Tényleg kiment külföldre, az egész bandából, aki ott vacsorázott, ő érte egyedül túl. Sokan, ezzel azt akarom mondani, hogy sokan azt hitték, hogy bazd meg, ez vicc. És még valami egyébként, Robi, még egy tényező van, hogy miért pont Németország. Ugye Németország az európai kultúrának a, nem is tudom milyen. Tehát sokkal inkább, mert Franciaország inkább a vidámságé, meg a bulváré, meg a kurváké, meg a szerelemé, meg a szexé, meg a párizsi bűnök, a pornónak a korabeli fővárosa. Jó, de London az a gazdasági... De Berlin is ez de volt. Csak a Weimári köztársaság. De én azt mondom, hogy évszázadok alatt, érted, hogy Németország mit tett le az asztalra. Hogy a legfinomabb költészet, érted, Hölderlin német, érted, tehát a legéterikusabb. Ezért annyira ütős, a Örkénynek az 1 percese, az In Memoriam Dr. KHG, ha valaki olvasta, hogy ismeri ön Hölderlint? Kérdezte Dr. KHG, mert nagyon szeretett kérdezősködni, a német őrtől, miközben a lódögöknek a gödröt ásta. Érted? Tehát ez az ellenpontozás, hogy pont Hölderlint, tehát a legkristálytisztább, éterikusabb faszit, akit Európa valaha megszült, érted? És az egy német költő.
tipikusan német költő. Ráadásul Hölderlinnek van is egy ilyen ciklus, hogy Germánia, de most tök mindegy. Tehát, hogy Németország, ami ennek a magas kultúrának a letéteményese, és a magas kultúrában, a filozófiában, sok mindenben fölötte jár, érted, a többi európai országnak, és pont Németországban van Hitler, érted? Nem Franciaországban, nem Nagy-Britanniában, hát jó, Olaszországban volt egy szerencsétlen Mussolini egyébként, de az sose utazott a Holdra, meg nem volt a déli sarkon bázisa. Franco tábornok sem megy a Marsra, és mit tudom én, nem találta fel az időgépet. Tehát a Németország, tehát ez valahogy a német történelem is benne van, illetve azért, Németország németek, Európára azért, tett hatása. Azért, mert arról van szó, hogy a civilizációnak két tartó pillére van. Az egyik az a judeo-keresztény kultúra, vagy hagyomány, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az Ó és Új Szövetség, a másik az meg az antikvitás. És ezen a két lábon áll az egész civilizáció. És a Hitler... És hoppá, Nietzsche is német volt. Bár megvetette a németeket, és Svájcba ment emiatt, de nem véletlen, hogy ő is német volt. Nem véletlen. El nem tudnék egy francia Nietzsche-t képzelni, vagy egy olasz Nietzsche-t. De az Evola francia. Olasz. Tényleg. Olasz. A franciául írt, avantgárd csávóként kezdte Julius Evola, volt egy Blue című folyóiratuk még a 20-as években. Tényleg olasz, de Franciaországban. Egy olasz báró, akinek egy franciás kultúrája volt, így van. Yeah. Na mindegy, az Evola is, meg a Nietzsche is, meg a Darwin is megágyaztak Hitlernek. Tehát hogy ott azért történt három olyan dolog, Evola vagy négy oda... Nem ágyazott később. Mindegy, hát ő a Nietzsche-t vitte tovább, igazából. Sok és mindent. Hát, Evola az egy katyvasz, mindegy. Hagyjuk, mindegy, mert megint ránk írnak a tradicionalisták, hogy mekkora geci szemét paraszt faszopó vagyok, te meg egy hülye, tudod, írtak ilyen cikkeket, minden, hagy, ne provokálj szegény metafizikai tradicionalistákat, akik megfertőződtek az Evola vírussal. Szóval a Hitler az kapott egy nagyon-nagyon erős ideológiai, szellemi, tulajdonképpen a Wagnertől, a Nietzsche-től, meg a Darwintól. Hát az nem kell, ez a három dolog. Obinyótól, ez elég erős. Jó, volt még pár. Nem ilyen. A te Chamberlain. Tudjuk mely Chamberlain. Igen, tudjuk mely Chamberlain. Neonáci Chamberlain, vagy... Protonáci. Igen. Olvassátok el a 20. század mítoszát. Magyarul még nem jelent meg. De Wagnerre nem mondod ugyanezt, hogy protonáci, ugye? Tehát a Wagnerre nem mondod ezt, hogy ő prenáci. Meg a Nietzsche-re nem mondod azt, hogy protonáci, én ugye? Én imádtam Wagnert, a kutyámat is Votánnak neveztem. Volt egy német juhász kutyám. Na jó, szóval az a lényeg, hogy ezekből így, hogy mondjam, ezeknek a meccéspontján így felcsillant egy új betlehemi csillag. Ennek a Wagnernek, a Nietzsche-nek, a Darwinnak, Chamberlainnek, ezeknek a dolgoknak. Aki beteljesítette ezeket az eszméket. Volt egy meccéspontja, és azon a ponton egy új betlehemi csillag felragyogott. És ott a Braunau fölött. És ott született valami, érted? Kelet-Ausztria. Egy vasutas tisztnek a fia. Igen. Egy új eljövetel. Egyébként érdekes, hogy Stalin grúz, Hitler osztrák, Napóleon pedig... Korzikai. Tehát Napóleon nem francia, Stalin nem orosz, Hitler nem német, értitek? Igen, ugye tehát értitek. Tehát a perifériáról jönnek a... Aki magyarabb a magyarnál, a székely, ugye? Aki ugye hát úgy nem magyar. Tehát ugye azért mondjuk, hogy székely. Tehát valójában arról van, hogy... Kapnál egy pofont maradt. Na, mert magyarabb a magyarnál! Tehát rá így nem mondhatod, de hát pedig bazd meg történészként, így igen, hát arról van szó, hogy ő a magyarok, azok integrálták a székelyeket. Ez egy sikeres integráció. Tehát nehogy arról legyen szó, hogy ők a magyarok, vagy a székelyek, a magyarok már itt voltak, amikor a székelyek még nem voltak. Érted? Hát a székelyek voltak itt előbb, tudod? Ja, hát ők a hunok.
A magyarok a hunok úgy néztek ki, mint a kibaszott mongolok. Hogy hogy gondolja valaki ezt nem a hun-magyar rokonságot? Nem tudjuk, hogy néztek ki. Jó. Mert elégették a holtesteket. Jó, az a poén, hogy a hunoknak se a nyelvét nem ismerjük, se a kinézetét. A izé írta... De a csodálatos, ez a rovásírás, nem? De a rovásírás... Az volt mindenhol az a germán rúna, az, ami most megy a rovásírás. Az, ami most megy a rovásírás, azt tudod, miről beszélek. A székely. Ja, hát az igazából olyan, mint egy át, mi igen, mint a Tolkiennek a tünde nyelve olyan. Tehát egy annyi köze van. Magyar... Annyi, tehát, de az tényleg olyan egy ilyen csodás, ilyen tünde nyelv, így elég egyszerű megtanulni, és így jobbról-balról kell kiírni. Magyar Tolkien is van? Arany Jánosnak hívják. Igen, na azért az jobb egy picit, mint a Tolkien mondjuk. De Tolkien szerintem... Ne, az Arany János sokkal több, mint a Tolkien, de az Arany János is lerakott egy teljes Tolkien életművet, plusz még volt Arany János. De azért ne, hogy arról legyen szó, hogy mi Tolkienünk, ki a faszom, hogyha nem az Arany János? De Tolkiennek voltak azért nyelvészeti munkái, ma már senki nem ismeri, de mindegy, tehát azért ő próbálkozott tudósként is. Na, nem attól lett híres, világos, persze. Jó. Na, visszatérve Jézus, a lényeg, hogy egy új eljövetel volt ő. És egy kísérlet volt arra, hogy az ellen judaizmust, azt az antitézisét a judaizmusnak, azt így elhozza Hitler. És ilyen értelemben egyszerre volt Mózes, és egyszerre volt Jézus. Mert, hogy mondjam, egyszerre volt az eljövetel, és egyszerre volt a népegyesítő vezér. De nem volt feltámadás. Ha csak nem a Holdon, ugye, a Iron Sky, de hát az más. Más. De az biztos tényleg, Robi, basszus, hogy a harmadik birodalomon kívül semmi másban nem látnak bele ennyi mindent. Tehát, hogy megelőzték a korukat, ők mindent tudtak. A tudományban is, érted, messze előtte jártak mindenkinek. Spirituálisan ők egy ilyen nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon kiemelt helyen álltak. És ezzel az ilyen nyomorult ilyen Lenint, meg Marxot, meg mit én, Engelszt, meg ezeket nem lehet szembeállítani, mert azért ezek ilyen szerencsétlen, jószándékú balekok voltak, akiket a pszichopaták hátba döftek, a mögöttük álló, mert ők azt képzelték, hogy most az öntudatos proletárit jön mögöttem. Tehát így képzelt el Lenin, meg ezek a forradalmárok, hogy most az öntudatos proletárit jön mögöttem, és én mindjárt megszerzem a hatalmat, és átadom neki. És akkor így beköszönt a kommunizmus. Ehelyett így ott állt mögött egy kibaszott pszichopata, és így nem volt így senki más. Vagy adhatta volna a másiknak, amelyik talán kevésbé pszichopata. A Trockinak az is durva csávó volt, de nem Sztálin volt. És talán nem véletlen, hogy a Sztálin volt az, aki őt elkergette, majd megölette. Na mindegy, és ott volt egy pszichopata mögöttük, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy az a pszichopata, az meg fogja szerezni a hatalmat. Csak a különbség az, hogy az egyik esetben egy ilyen jóságos, ilyen végtelenül naív, Isten nélküli új keresztény, szentencia az, ami így hatalmat kapott, és aztán történt egy hatalomátvétel a párton belül szinte mindenhol. Hát ez a sztálinizmusnak ez a receptje. Viszont a hitlerizmus nem ilyen. Leszámolása a párton belüli idézőbevet komcsikkal. Tehát az SA az a balos vonulata volt a náciknak. És utána jött a SS, a fekete erő. Érted? Addig azért a barna ingesek voltak többségében. Egyébként buzik is voltak, tehát még ilyen liberál volt. Nem volt liberál, tudom, az ilyen spártai buziság volt. Vicceltem, a Mikába viccel az ember, A spártai buziság az nem olyan, mint a buziparádén, ahol így a kamionokon itt nem táncolunk, a feminin buzik, hanem a kemény férfias macsó buzik, tudjátok? Fegyvertársi buziság! Az egy nagyon izmos, nagyon kőkemény, minden értelme szőrös, kőkemény buziság. Ez a borotvált buziság. Igen, tehát nem ez a szép fiú, hanem az a kapitány, tudjátok, van az a buzi típus, ilyen keresz szíjakkal, ilyen tengerés sapkával.
Szlovákiában. Az volt az esza. Az a buzis. Igazából olyan, mint a Frankie Goes to Hollywood, ami egyik kedvenc. Tehát arról van szó, hogy nem Jimmy Somerville, tehát nem Bronski Beat, meg nem Pet Shop Boys, tehát nem az a buziság, hanem ez a kifejezetten ez a macsó buzi. Amit ma már mi nem ismerünk. Amit ma már nem ismerünk. Az a buzi, amelyik így valahol lenézi azt a kis köcsök buzit, akit megbaszt. Tehát nem, nincs az a testvériség, hogy így szabadítsuk fel egymást, hogy egy kis szar buzi vagy, bazd, és jól megbassza. Várjál, melyik volt az az Al Pacino film, ahol ilyen... Buzi macsó. Ez volt a címe? Nem. És ilyen piros kendő, de várj, az nem, melyik nem, film volt, nem, ilyen piros a... kendő, és akkor tudják, hogy az bika, meg izé... Tudom. Nyomozót játszott az Al Pacino benne. Na, ott, az éjszaka, vagy az éjszakában, valami, vagy valami ilyesmi. Az éjszakában. Nagyon izzadt címe volt már eleve, ilyen füllet címe, ilyen buzi gyilkosságok, ilyen végbelekben és sebekben kotorázott Al Pacino az egész film alatt. Az. Na, de beépített izé volt, beépített nyomozó volt, de hát így rákapott a faszra, így azt lehet mondani. Felfedezte saját gyökereit. Igen. Na, igen. Nem is az égi gyökereit. Más gyökerek mélyén. Azért vagyunk itt, hogy átismételjük a tanultakat, mert... Ezzel le is zártuk a náci topikot? Van még valami? Hát, hogy nem tudom, hát el lehet erről még diskurálni. Diskuráljunk még egy kicsit a nácizmusról. Hát nem a nácizmus szakralitásáról. A nácizmus szakralitásáról. De végül is átbeszéltük, igen. Hát igazából arról van szó, hogy... Várjál, de ez... De a Sztálint is istenként tisztelték. Akkor viszont menjünk tovább. A Sztálint is istenként tisztelték. Akkor gondoljuk tovább. De nem, a Sztálint... Várjál, van a egy Sztálint ötletem, istenként tisztelték. Van egy ötletem. Az a baja a kommunizmusnak, és azért nem démonizálják, mert volt ideje kifutni, mert a győztes oldalon állt a háborúba, és korumpálódott, és nem ilyen hatalmas nem, istenek alkonya, ilyen Götterdammerunként pusztulás, mint Berlinbe, amikor elárasztottak mindent, és több százezer orosz halt meg még Berlinbe, tehát hogy nem ez a hatalmas, patetikus vége volt, hanem hogy kifingott, ilyen lassan de kifingott, lehet, és akkor olyan vicces. De be lehet igazság, de be lehet ez, igazság. Ez. Az én számomra az érdekes, hogy hogyan gondoljuk ezt tovább. Mi a következménye annak, hogy Hitler volt? Mi lett a következménye Hitlernek? Mert Hitler ugye hozott Hitler egy új vallást. Most van, és lesz, tudod. Az Lenin. Hogy volt a Hitler. A Hitler szerepének van egy szakrális következménye. Ő nem csak egy vallást hozott létre, ami utána így ellobbant, meg elhamvadt, hanem generált maga ellen is egy még újabb vallást. Tehát, azaz mit? Hát ez a holokauszt vallás. Aha. Ez ezt Hitler hozta létre. Rázos téma. Ilyen módon mellesleg Izrael államot. Csak úgy mellesleg. Jó, csak az már... néhány dolgot mondjuk, amit ő már hozott 1917-ben létre. Megvolt a Balfour nyilatkozat, ahol már volt tárgyalás arról, hogy a Herznek a ténykedése nyomán létrehoznak Palesztina területén egy zsidó államot, tehát ez már megvolt. Egyébként Hitler, tudjátok, mit írt erről a Mein Kampfba? A zsidók államot akarnak alapítani? Azt írja, hogy az csak arra lesz jó, hogy a világ bűnözőinek a rejtek helye legyen. Ezt írta. 24-ben. Hát ez Argentina lett, aztán később meg Chile. Ahova ők mentek. Igen, speciál. Szóval, a holokauszt vallás. Na most azt kell érteni, hogy a zsidó vallásnak a főpapja az Schweitzer József rabbi. A holokauszt vallásnak, ami szintén vallás, a főpapja Zoltai Gusztáv. Biztos ez? Persze. Csomó van. Hát a Spielberg is a főpapja. Hát egy csomó ilyen, világos, ilyen világos. Nép van, akit tudjuk. Pont a Zoltai a legjobb, mert egyébként még a Parakovács is főpapja, pedig nem zsidó. Érted, amit akarok mondani? De hogy mondjam, minden ember a főpapja, aki tudja, hogy mi történt, és hogy így ezt az egész dolgot ilyen nagy áhítattal megvallja. Mindegy, bárkire nézek rád, rajtad keresztül mind az egész emberiségre. Mindenki, aki hallja és érti a szót. Jól van. Jöhetünk vissza a Mikába. Mindegy, az egész egy ilyen nagy megvallás. Egy ilyen nagy megvallásban van az egész. Az a lényeg, hogy a Zoltai Gusztáv egy másik vallás. Tehát, hogy mondjam, nekik Zoltai Gusztávnak nincsen? Nem köz. A Zoltai Gusztávnak...
Hát hozzál egy búzasört, meg magadnak. Nagyon kell pisilnem, elnézést. Szóval... Udvarias vagyok, hát nem. Szóval az Zoltai Gusztáv egy olyan vallásnak a papja, aminek nincsen dolga Ábrahámmal, vagy Mózessel. Nem foglalkozik vele, mert nincsen semmi köze hozzá. Nincsen dolga a szombattal, nincsen dolga a menórával. Csak hogyha mondjuk demózni kell magát valahogy. Tehát, hogy így nincsen, ő úgy nem zsidó. Tehát, hogy így semmi köze nincsen ahhoz, ami valójában az eredeti jelentése annak, hogy zsidó. Ő már valójában egy olyan vallásnak, ami nem zsidó. Ellen Hitler. Értjük? A Hitler volt az ellen Mózes, és most van egy ellen Hitler. Ami megint csak egy ilyen, hogy mondjam, vallás szül. És az a durva, hogy a holokauszt vallás meg megszülte a még újabb vallást, a holokauszt tagadó vallást. A holokauszt tagadó vallás az a holokauszt vallásnak a szülötte, ahogyan a holokauszt vallás a holokausznak, Hitlernek a szülötte, és ahogyan Hitler pedig a zsidó vallásnak, a judaizmusnak a szülötte. Egymás antitézisei. És valójában ezek az ősbűn az alig, hanem az Isten kisajátítás volt. De már nem tudjuk, de itt nem tudjuk, hogy hol áll meg. Tehát nem tudjuk, hogy hol áll ez meg. Mert miért gondoljuk azt, hogy nem lesz majd még tovább. Hogy amikor majd a holokauszt tagadó irányzat megszüli a maga ellenvallását, akkor az nem lesz meg ugyanúgy. 20-30 éven belül meg kell, hogy szülessen. És valójában a holokauszt az egy olyan trauma, amit nem szabad túlélni. Nem szabad belőle meggyógyulni. Mert ha meggyógyulunk, akkor hiába történt. Amíg nem gyógyulunk meg, addig lehetünk az őrei annak, hogy nehogy még egyszer megtörténjen, és akkor volt értelme. De ha ez már, ezen túl tesszük magunkat, és így azt mondjuk, hogy ennek így vége, így tegyük túl, így jöjjön a következő nemzedék, akkor van ez az idea, hogy akkor megismétlődhet, akkor bármikor megtörténhet, de valójában arról van szó, hogy nem akarunk meggyógyulni. Mert nem tudjuk magunkról, hogy kik vagyunk, azt tudjuk magunkról, hogy ezzel vagyunk azonosak. És ezt a szülő veri bele a gyerekbe. Úgy holokauszt vallás oldalon, mint holokauszt tagadás vallás oldalon, akár. Szóval azért vagyunk itt, hogy átismételjük a tanultakat, az évközben tanultakat, mielőtt a kollokviumra bocsájtanánk a kedves tisztelt hallgatókat. Elhangzott néhány észrevétel a legutóbbi előadással kapcsolatban. Az egyik észrevétel az volt, hogy Mária és József, ugye Máriáról és Józsefről volt szó, ugye, hogy Mária később hált Józseffel, miután Jézus Krisztus megszületett, ugye? Hát hált. Én fönntartom. És nem másért tartom fönn, ja nem, egyébként az volt az észrevétel, hogy így nem volt ilyen, hanem van egy ilyen, hogy józsefi házasság, ami azt jelenti, hogy így nem hálok vele, mert hogy ő egy ilyen nagyon szent személy, és vele nem hálok. Ez a józsefi házasság. De történetesen van egy ilyen figura a Bibliában, az úgynevezett Bibliában, hogy Jakab az Úr testvére. Így írja, hogy Jakab az Úr testvére. És olyan kurva kíváncsi vagyok, hogy mondjuk Jakab, aki nem csak az Úr testvére, hanem mondjuk a harmadik legfontosabb figura a keresztény, mint én, Pál, Péter, aztán ő kb. Üljön. Na mindegy, ilyen nagyon-nagyon fontos figura. Ő így, hogy mit jelent ez, hogy a testvére? Tehát ez most így mit jelent számunkra? Mert hogyha Jakab az Úr testvére, már pedig ezt írja a Biblia, akkor ezzel valamit kezdeni kell. És hogyha ez így van, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az a Szűz Mária, akihez most imádkozol, az nem szűz. Elmentem, bazd meg,
mentem, és más szűz máriázik, bazd meg. Jakab az úr testvére, ez a munkahipotézis. De nem a szűz Máriától fogant Jakab, nem érted? Józsefnek voltak, tudod, ott voltak más feleségek is. Van ilyen, hogy valakinek, én is kétszer váltam, hát, na. Zsidóknál volt vállólevél. De egyébként mi értelme van? Mi értelme volt vállólevél. Várjál, várjál. Volt nem, vállás jó, akkor egy másik kérdésem lenne. Egy másik kérdésem. Mi értelme van annak, hogy a evangéliumokban visszavezetik Jézust, számtalan generáción keresztül leszármazási ágát. És Ádám. Dávidig. Igen. A Máté evangélium a Dávidtól, várjunk, hogy igen, a Lukács az meg vissza Ádámig. Na hát, ez miért van? Miért van ennek jelentősége? Hiszen József ágán számolja. József ágán kalkulálja. Akkor az mit jelent? József még csak Jézus születése után se dugta meg Máriát. Akkor mit jelent az, hogy József... A jogi. Jog. Érted? A jog. Így van, a jog. A vallásjog. Így van. Tehát, hogy szóval, abból a házból való, miért a római császároknál egy csomó nem vérszerinti császár, és mégis abba a dinasztiába tartozott, érted? Tehát aki abba a dinasztiába tartozik, az nem biztos, hogy vérszerint is odavalósi. Mellesleg mondok neked valamit. Kicsit monofizita eretnekség, amit most mondani fogok. Tehát nem teljesen vallom, de ez egy értelmes érvelés. Lehet, figyelj, ha Jézus még, nem, tegyük föl, hogy igaza van a legvadabb materialistáknak, és történeti figuraként sose létezett Jézus. Nem volt ilyen ember, ezt összetákolták mindenféle mítoszból. Figyelsz, Robi? Mit olvas? Mi a fasz az? A számlád, a Vodafone, még maradt 20%-ot. Na figyelj, tehát, hogy sose volt Jézus, tehát emberként nem létezett, akkor is azok a tanok, és az a krisztusi figura, az akkor is örökkévaló, és alapvető, és megrendítő, és elementáris. Tehát akkor is van, ha nincs, érted? Tehát ez kurva érdekes, Philip K. Dickre, olvasta valaki a Halál útvesztője című könyvet? Te olvastad? Arról szól, hogy tizenvalahány űrutas berreked egy kibaszott űrhajóba, és nem tudnak semerre menni, egy örök pályán maradnak, és a végtelen idejüket arra használják, hogy ilyen virtuális valóságokat hoznak létre, amiben különböző dolgok, meg történések vannak velük, és akkor mindig fölébrednek valami katasztrófa révén, és akkor fölébrednek, és létrehoznak egy új virtuális valóságot. És az egyik virtuális valóságban megalkotnak egy Isten figurát, akit nem Jézusnak nevezik, kurvára olyan, nem is tudom már mi a neve neki, a eljövő, vagy átvezető, vagy mit tudom én, átkötő, megkötő, valami. Tehát létrehozzák a Szent Háromságot, és létrehoznak egy krisztusi figurát. És a könyvnek, ez tipikus Philip K. Dickes, nagyon-nagyon mély és megrendítő vége van. Az összes figura újra belemerül egy újabb álomba, egy újabb virtuális valóságba, ahol ugye nem tudják, hogy ők kicsodák és játsszák a szerepjátékukat, és akkor az egyik az nem hajlandó, az egészből ki akar szállni, és egyszer csak megpillantja az űrhajóba, hogy jön felé az istenség. Érted? Azt mondja, hosszú fehér köpenyt visel, hosszú haja a vállát verdesi, szakála van, jóságos a képe, átható a tekintete, és akkor jöttelek megváltani. De hát téged mi hoztunk létre, érted? Mi hoztunk létre a mítoszokból, összetákoltunk. És valóságosabb volt, akit összetákoltak, mint azok, akik összetákolták. És megváltotta a végén a figurát. És eltűnt az űrhajóból. Érted, mit akar ezzel mondani a Philip K. Dick? Tehát Krisztus valóságosabb akkor is, ha történeti személyként kurvára más volt, nem volt, egész már, érted? Arról beszél a fam, hogy a Krisztus mém akkor is meg tud váltani, hogyha 12 ember összeszövetkezett, hogy hazudik valami nagyot, és azért meghal. Hát leegyszerűsítve igen. Mert annyira erős az a dolog. Annyira erős, és annyira ősképszerű, és annyira elementáris. Hogy egy hazugsággal akkor meg lehet váltani is, a világot. Akkor is igazság az evangélium. Nem, igazság. Akkor is igazság az evangélium, ha a Krisztus nem létezett, vagy nem úgy létezett, igen, ahogy. Érted? Igen. Mert nem valóság. És ilyen mert nem valóságként méret, hanem igazságként méret. Így van, pontosan. Ez helyes, így van. És ilyen a Szűz Mária is. Értsd már meg.
Tök mindegy, hogy az a Miriam nevű zsidó nő ki volt. Jó, azt értem, hogy egy őskép. Én értem, hogy egy őskép. Valójában minden nőnek az képzelni. Az Ízis istennő is kisgyermekként tartotta a hóruszt, érted? Valójában minden nőnek két személye van. Az anya, aki a Mária, és az Éva, az a prosti. Az a szajha. Nem, három. Az Éva a köznapi értelmet feleség, az oldalborda. A Mária a szűz, és a Lilit... A Mária az anya. A Lilit a prosti, a Ádámnak az első felesége. Nem. Az Éva a szajha. Nem az a lényeg, hogy prosti, szajha. De nem az a lényeg, hogy prosti. De a nő az az, hogy a nemiség. A nemiség ja, a lényeg. Értem, amit mondasz. Értem, amit mondasz. Az de Éva a szajha, és a Mária az anya. Ez a két női személy van, és férfiként is van két ilyen személy. Nem tudom, hogy hogyan személyesíthetőek meg, de van a... Hitler, meg van a Jézus. Nem, szerintem nem. Most valami más kevertél ide, úgy érzem. A sör. Ja, talán. Mindegy. Talán. Vagy a hozott proliságot. Szóval... Ezt szereti mindenki. Bölcsészként nem szeretnek, bazd meg. Hát muszáj valami más. A férfinál van ez az ős állat. Tehát ez a kúrjál engem ős állat. Ezt érzi, vagy gondolja a nő akkor, amikor basszál ilyen nagyon... Basszál szét, te állat! Tehát, hogy ez az állapot... Neked is volt ilyen élményed? Szerintem egyébként nem annyira jó ezek ez. Ezek a legjobb, de amikor az ősállat vicces, szép. Vicces, szóval, de nem, mindegy. Szóval, és van a másik, az pedig az ilyen tiszta magas szellem. Ez a másik személye a férfinak. És a férfinak is ugyanígy van két ilyen nagyon alapvető személye. Mi testesítjük meg? Én vajon melyik vagyok, és a Robi meg? Én a tiszta magas szellemre gondoltam magamat illetőleg, de nem baj. Na. Szóval, na mindegy, szóval, hogy ez a lényeg, hogy a férfiban alapvetően megvannak azok a lehetőségek, hogy a nőt átbassza, illetve kvázi boldoggá tegye. Na, a nő alapvetően azt akarja, hogy átbasszák. Mert ez a boldogtalanságnak az alapja, hogy a valójában... Nem megbaszni, hanem átbaszni. Átbaszni. A magyar baszni igaz, ugye... Igen, nem, hogy valójában neki nem arra van szüksége, aki vagy. Neki arra van szüksége, hogy hazudj neki valakit, aki nem vagy. És ezért folyton igyekezned kelljen. Az egész kurva életed azzal teljen el, hogy igyekezned kell. Hogy így teljesítsen azt a referenciát igazából. Sajnos, most az egyszer az életben a szintiszta igazság ömlik ki a szádból. Az igazság, hogy valójában nem a normális rendes ember nem kell bizony. Neki. Nem. Az kell, ahol érzi. Nem az kell, aki verseket küldözget. Nem a tiszta szellem. A sok hülye bazd meg verseket küldözget. Igen. De nem egyébként... Ma nő az anyag. Anyag. Érted? Tehát az... Materia. Igen. Azaz. Bizony. Tehát, hogy az, hogy mondjam, a föld az a nő, az ég, az éter, az a férfi világa. A nő a hold, a férfi a nap. A nő az a föld, a férfi a tér, a lég. Várjál, és mi van az egyiptomiakkal? Pont kurvára fordítva volt. Tehát ott az ég volt a nő. Elbaszták. És a geb, a nút volt az égisten, és így a csillagos testvér így ráborult, de így ráborult a geb földistenre, aki ilyen álló fasszal, érted, így felfele kapálódzott, és ő volt a földisten, és képzeld, ez kurva vicces, onnan sejtik egyes egyiptológusok, hogy az egyiptomiak a földet már gömb alaknak képzelték, hogy volt a gebnek egy önleszopó formája, magába göngyölödött, és leszopta a saját farkát. Fönnmaradt ilyen ábrázolás, a geb földistenről. Nem kellett neki nút, érted, az égistennő, hanem így saját magát. Autofellátor. Csodás. Na, ez bölcsészesen fejezzem ki magam. Az itifallikus gebistenből autofellátor lett. Tudjátok, ezt így mondják. Mindig is kurva jó egyébként ezek a nyelvi tabuk. Hát amikor a saját anyanyelvünkön nevezünk meg valamit, az tabutörés. Ha azt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy
ágaskodó faszú, hanem itifallikus, ugye? Mennyire steril ez, nem? Tehát ez a múzeumoknak ezt a kicsit dohos, porcelánszerű, vitrines, hideg, távolságtartó auráját hozza ez a dolog. Pénisz, fallosz, vagina, vulva, de az olyan pina, meg fasz, hát érted, akkor meg paraszt vagy, meg proli, pedig a saját anyanyelveden mondod. Ez a koitusz, bazd meg, hát baszás, hát így hívják magyarul, de ha anyanyelven mondod, akkor tabutörés. Ezek az ilyen rejtett szavak, értitek? Nem lehet kimondani az igazi nevét, mint a őskorba, a farkas, meg a medve, meg a ugye a medve azt jelenti, hogy mézevő, az igazi nevét nem tudjuk, farkas azt jelenti, hogy farka van, szarvas, meg szarva van, az igazi nevét nem tudjuk, a totem nevét nem tudjuk, ez van ezek, hogy trágár, bazd meg a fasz trágárat a saját anyanyelvemen, megnevezem azt a dolgot, hát és akkor trágár vagyok, bazd meg. Nem latin és görög szót használok. És úgy képzeljük a latint és a görögöket, hogy azok nem is basztak, azok csak koitáltak, hogy a görög vázákon az itifallikus istenség koitál a termékenység istennővel, és az egész olyan orvosi, és olyan az alfelem ilyenkor, amikor olyan múzeumot látok, bazd meg, a vattából lenne, amivel kicsavarják, bazd meg, a alkoholos izét a kórházba, bazd meg. Hát borzalmas, pedig tudja, hogy basztak azok is. Hát érted, az indiai szobrok is erről szóltak. Azok a híres domborművek, ott szopnak, basznak, nyalnak, le van izéve, értitek, a nők melle, így le van kopva, hát azt taperolták a hívők, de ez akkor olyan áhítatosan oda megy a múzeológus, és akkor magyarázza, hogy ez ilyen szimbolikus, itifallikus, koitus, pénisz, fallosz, halónak a faszát, hát most tényleg, szó szerint. Milyen már ez? Ja, térjünk vissza. Az a kérdés, hogy... Kis szakmai, ugye, bölcsészet. Ne térjünk vissza, mert mi kitárgyaltuk azt hiszem azt a Hitler témakört most. Hitlert basztuk. Mert igazából, de tényleg így van egyébként, hogy ami a nácizmusról szól, vagy a pornóról, azt mind vásárolják. Akkor ezt emeljük a négyzetre a Hitlert basztam című könyvvel, amelyben... A tökéletes cím. Már csak egy regényt kell írni hozzá. Az előadás után itt lehet jelentkezni. Ez egyébként olyan, mint a Mester és Margaritában, hogy csávó egy mondatot írt a regényéből. Vagy csak annyit, hogy Pontius Pilátus Júdea harmadik helytartója, ennyit írt meg belőle, és ez annyira kurva sok volt. Na, ilyen a Hitler basztam. Nem, ennél jobb azért. Ennél na jó, jobb. Szóval... Kedves Bulgakov barátom. Most, hogy így a tanév végéhez közeledünk, van egy rossz hírünk, ezt bejelentjük, és a következő egy órát azt hasznosan a tanultak átismétlésével folytatnánk. Ez lenne a javaslatunk. A rossz hírünk az az, hát már amennyire rossz hír, hogy a következő 3 hónapban nem lesz apu, az egészen biztos. Lehet, hogy jövő szeptemberig, de lehet, hogy csak januárig. Azt majd meglátjuk januárban, hogy lesz. De most nem lesz rendezvényünk. Egy 3 hónapon keresztül biztosan nem. Ennek megfelelően a következő egy órában szándékunk szerint átismételnénk a tanultakat. Így minden fontos dologról szót ejtve. Először is az a lényeges kérdés, hogy ki áll szembe az iszlámmal. Kik vagyunk mi? Kik azok, akik ezt a háborút vívják? Én ezt úgy hívom, úgy nevezem, hogy szekularizált humanizmus. Ez ma a világvallás. A globális ember ebben hisz. Most azért nem azt mondom, hogy a nyugati ember, és már mindegy egyébként, ha zsidók is ugyanúgy Jézus Krisztusban hisznek, meg a nem tudom én, kb. Most már az egész világ. Ez a globális, de nem érted, nem a Jézus Krisztusban, hanem abban a jó és rossz fogalom körben, abban a jó és rossz fogalom használatban, amit a Jézus Krisztus hozott. Érted, miről beszélek? Értem. Na, arról van szó, hogy a nyugati világ, és a globalizáció pedig arról szól, hogy a világ a nyugati világ, tehát a nyugati világ határai azok így a gömbfelületen vannak. Tehát nincs olyan, hogy ez már nem a nyugat, de van az iszlám. Az igazság, hogy... Vannak még egyes indián törzsek a brazíliai őserdőben. Jó, ez már etológusoknak az északterület, ezt már ne hagyjuk. De ők védendő. Ők védendő skanzen, az más. Olyan. De tudod, miért védjük őket?
hogy tanulmányozva őket, következtetéseket tudjunk levonni saját sorsunkkal és jövőnkkel kapcsolatban. Valójában. Meg az ember szereti azt, hogy múzeum van és megmarad. Az iszlám egyébként nem szereti, az elpusztítja a múltat. Hát mert neki a múltat végképp eltörölni. Az egyik legtanult... De a keresztények is ezt csinálták egyébként az antikvitással. Ennyire nagyon nem. Az alexandriai könyvtárat, amikor lerombolták. És a korai iszlám sem. Az a de amikor az alexandriai könyvtárat a keresztények lerombolták, az mi volt? Világos. De erről, mert a nagyagunk van. Várjál, csak annyi, hogy Mekkába a legrégibb mecsetet lerombolták. És világörökség. Mohamed korabeli mecset. És akkor ők azt mondták, hát építünk helyette egy sokkal szebbet, nagyobbat. Érted? Tehát számukra az, hogy régi, meg múlt, az ég egyatt a világon nem jelent, még a saját Mohamedán, szándékosan Mohamedánt mondok. Ez nem helyes kifejezés. De nem, ez ráadásul fasság is. Mert nem, persze, ez nem persze. Egy muszlim, tehát a muszlim is jó, meg a muzulmán is jó, muszlim, meg az iszlám is jó, de a Mohamedán nem, az fasság. De hogy mondok én Mohamedánt, Isten mentsen meg, majd a fatva az téged ér el, nem engem. De nem azért a fatva ér el, bazd meg, hanem a Magyar Tudományos Akadémia, bazd meg, így kizára tagságból. Nem a fatva ér el. Nekem be se vettek, bazd meg. Hát kitagadott az egész szakma a könyvem miatt. Hát szarok én a rohadt gecikre. Na, visszatérve. Tehát érted, amit akarok mondani? Saját műemlékeiket is lerombolják, mert nem értik mi az, hogy műemlék. Ilyen nincs a tudatukban, hogy műemlék. Érted, nekik élő hitük van, nem kíváncsiak az emlékekre. Itt és most vannak, együtt vannak az Allahhal. Nem érted? Itt és most vannak. Erről van szó. Erről van szó. Is. Ahhoz egy másik Mohamed kellett volna. Na mindegy. Mi, akik szembeállunk ezzel, mi nem a kereszténység vagyunk. Már nem. Mi a deszakralizált humanizmus vagyunk. Egy csomóan közülünk nem keresztények, meg írtóznak is ettől, meg a tömilyen szaktól, meg a nem tudom. Egy csomó mindentől. Nem. Jó. Sokan nem, sokan igen. A lényeg, hogy kb. Ugyanazt értjük jó és rossz alatt, és ezt a Jézus Krisztustól tanultuk. Mindegy, hogy most mennyire keresztény vagy, mennyire nem vagy keresztény. Ez a mi vallásunk. Ez a mi a nyugat vallása. És ezzel áll szemben az iszlám, amelyik egy másik prófétából, egy másik forrásból táplálkozik. Most így van, aki szerint forrás, mások szerint kelés. Most azt mindenki döntse el maga. De hogy ez például fontos, hogy mi nem a keresztények vagyunk, és nem a keresztény Európát kell megvédelmezni, hanem hanem ezt a deszakralizált, ilyen kifejezetten szekuláris nyugati világot. Robi, a szabad világot, ahol a jó és a rossz, a jónak és a rossznak olyan tere van, amilyen a zsidó-keresztény hagyományból ered. Na, így mondom. Hát most így belegondoltam, hogy mondjuk a Végvári Vitézek, vagy Martel Károly, vagy a Rolandének hőse, vagy az Elszídnek a hőse. Ugye az iszlám elleni harc, az nálunk egy, nem is tudom, 1000-hány száz éves mitológiai folyam. Érted? És meg történeti. És hogy csak a kereszténységet védték? Az életformájukat nem? Hogy bortihassanak? Vagy esetleg kurvázhassanak? A középkori ember? Érted? Meséltem neked, hogy a Pin Fortuynnek a sírjára a kurvák koszorút vittek? Mesélted, már nem csak nekem mesélted. Érted, mindegy. Na jó. Akkor a következő fontos tétel, amiről beszélni kell, az, hogy kik vagyunk mi, és kik ellen vívjuk a harcot. Mert erről korábban is volt szó, hogy négy frontos háború van. Négy front. Bocs, még mielőtt elkezdenéd, a múltkor elfelejtettem, Peleo. Ezt a nevet jól jegyezzétek meg, és egyébként a te véleményedre is kíváncsi vagyok. Peleginus, latinul, Asztúriának a uralkodója volt. A 700-as évek elején ő volt az első, aki szembeszállt az iszlám hódítással. Egy kis uralkodó a izén. De mit? Hát ez csak annyi, hogy ez az... Meséljek az iszlám elleni harcról, mert kimegy ő is húgyozni. Hát. Ja. Nem, tehát... De ezt még neked is mondom, és Asztúria 2013 a szocialista helyi önkormányzat betiltotta a karácsony meg a húsvét ünneplését. Abban az Asztúriában, Spanyolországban, ahol először szálltak szembe az iszlámmal.
európai emberek. Ez egyébként egy gót uralkodó volt, mert a hispániai félszigeten egy gót keresztény királyság volt, és amikor 711-ben Jebel al-Tariq, Gibraltári, róla nevezték el, Jebel al-Tariq átment Európába, és elfoglalták a hispániai félsziget nagy részét, akkor ő volt az első, ez a bizonyos Pelejó nevű gót uralkodó, aki ezzel szembeszállt. Következő történt, összejött a tanács, és azt mondták, hogy hát hódoljunk be, többen vannak, erősebbek, fizetünk adót, nem bántják a keresztényeket, hát egy plusz adóért maradunk ilyen másodrendű állampolgárok, nem így fejezték ki, nyilvánvaló ez a fogalom akkor még nem volt, de ez volt a lényege. És akkor ez a Pelejó nevű faszi uralkodó, egy kis királyságnak az uralkodója, azt mondta, hogy nem, ez a fal, itt ez a barlang fal, ennél tovább nem hátrálunk. Nem lehet, nem lehet. Tehát ez olyan, mint egy barátom egyszer úgy fogalmazta, hogy a hátországból már nincs hova dezertálni, csak a frontra. És ezt csinált ez a Pelejó. És ő volt az első, aki ezzel szembeszállt. És ebben az Asztúriában, ahol ennek a Pelejónak szobra van, és ő volt az első, aki Európát védte az iszlám áradattól, a szocialista önkormányzat betiltja a karácsonyt. Hogy nehogy megsértsék a más vallásúak identitását. Szerintem egyébként ez nem liberalizmus, és nem a vallásszabadság, szerintem ez keresztény üldözés, vagy annak egy finom formája. És amikor azok a balosok kimennek tüntetni mecsetekért nyugaton, azok egyszerűen szimplán keresztény ellenesek, és nem a vallási sokszínűségnek a liberális hívei. És ez egyszerűen gyalázat, és felháborító, és undorító. És ezt egyébként nem is mint keresztény mondom, hanem mint liberális mondom. Tehát azok, akik a kereszténységet folyamatosan szídják, főleg egyébként a katolicizmus, na az még mindig a céltábla. Lehet bármilyen liberális a pápa, attól még csak egy rohadt mocskos geci fasiszta szemét keresztény pápa, azok ugyanakkor kiállnak amellett az iszlám mellett, ahol megkövezik azt a nőt, akinek mobiltelefonja van, vagy mit tudom, fölakasztják darura a 16 éves lányt, mert mit tudom, férekúrt, vagy a saját családja becsül egy gyilkosságot követ el, és megkövezi azért, mert megerőszakolták. És a nyugati baloldaliak, meg a liberálisok kiállnak emellett az iszlám mellett, csak azért, mert rohadt keresztény ellenesek még mindig. És ez felháborító. Ennyit akartam Pelejóról elmondani. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor a nyugatnak ez a harca, ez szakadatlan. Tehát itt mindenki basztatja, hogy hát mi is miket csináltunk. Na milyen érvelés ez már, hogy mi 500 évvel ezelőtt, igen. Valóban akkor most azért nézzük el, hogy ma valaki ugyanolyan csinál. Hát milyen érvelés ez már? Keresztes háborúkat mindenki, de hát mi oda mentünk. Mi az, hogy oda mentünk? Az mindig ősi iszlám föld volt? A Szentföld az ősi iszlám föld volt? Hát nem, az a bizánci birodalomnak volt a része, amit elfoglaltak a muszlimok. Keresztes háborúk bizonyos értelemben defenzív háborúk voltak, védekező háborúk. Jó, volt egy halom kegyetlenség, mint minden részről, minden fél részéről a középkorban folyamatosan. És akkor most megint ez van. Jön az iszlám, és a nyugat-európai baloldal szövetséget kötve vele ássa Európa sírját. És akkor persze itt nem kell feltétlen rögtön fasisztázni. Nem erről van szó. Mit szólsz a szocialista önkormányzat? Ez az, amit egyébként a múltkor beszéltünk, érted? Hogy képes az iszlámmal szövetkezni, érted? Kiállnak a mecsetek mellett a vallási tolerancia nevébe, és üldözik a kereszténységet, a fene nagy keresztény ellenességét. De hát tudjuk jól, és látjuk is, hogy például az Hollandot, a Franciaországnak az elnökét a Sarközivel szemben a muzulmán szavazatok segítették hatalomra. Hát ez a tény. Tehát, hogy az az igazság, hogy kurva kevéssel nyert, és a muzulmánoknak a 90%-a az Hollandra szavazott, és csak a 10%-a szavazott a Sarközire. Tehát tiszta sor. Miért? Itt már a magyarázat, már értjük?
Érted? A közvélemény kutatási kimutatás az az új zsinórmérték. Az új szövetség. Érted? A még értem, újabb szövetség, értem, a még értem. Újabb eljövetel, a tömeg, a demokrácia. Ez a demokrácia. Az egy szalacsi egyenlő egy Berenté Iván világa. Na, de jó, de ezek a nyugat-európai balosok nem gondolják, hogy saját maguk alatt is vágják a fát? Ezen poénkodtunk a múltkor. Nem lesz gender study, bazd meg, egy iszlám államba. Nem lesz feminizmus egy iszlám államba, bazd meg. Érted? De gay pride se lesz. Hát az se. Hát nem. Akasztják föl őket, mint a szart a darun. Mint igen, igen. Gay shame lesz. Igazából. És ha ez ellen szót emelsz, akkor te vagy a fasiszta. Hajjaj. Hajjajaj. Tehát így, ki a gay pride-os? Az, aki kijár a gay pride-ra, vagy az, aki küzd azért, hogy lehessen jövőre is? Na, ez az 1500 forintos kérdés itt ma este, kedd este. Kedves jelenlévők. Ki a gay pride-osabb? Buzinak kell lenni hozzá, vagy elég csak érteni, hogy mi a gay pride? Ja, egyébként, bocs, még az előzőt befejeztem, csak visszajöttél. Ha belegondolunk, hogy a muszlimok elleni harca Európának sok évszázadon keresztül a rengeteg különböző küzdelem, mit tudom, Egervár ostromától, a Rolandénekig, ami Spanyolország Nagy Károly idejét, tehát tértől, időtől függetlenül mindig észrevettem, hogy van két állandó visszatérő toposza. Az egyik az, hogy a veszélyt mindig lebecsülik az európai hatalmasok. És nem adnak segítséget azoknak, akik ott a végeken küzdenek. Ez egyik tipikus toposz. A másik toposz, hogy akik a végeken küzdenek, egy darabig hátrálnak, és aztán azt mondják, hogy na jó, eddig, és nem tovább. Ilyen volt a Pelejó, ilyen volt a máltai lovagrend. Kibaszták őket Ciprusról, kibaszták őket Rodoszról, mentek, és maradt Málta, és amikor már Máltát is azt mondta a török szultán, hogy azt is kéri, és nem kaptak segítséget sehonnan Európából, akkor azt mondták, hogy kész, itt megdöglünk, és a Valettával visszaverték a százezerszeres török izét. Érted? Ugyanaz volt, mint a Szigetvár meg a izé. 1565-ben és 1566-ban volt Szigetvár. Egy éven belül volt ez a kettő, két ponton állították meg a török birodalmat. És ezzel a muszlim nyomulást Európában. Máltán és Magyarországon. Az a kérdés, hogy miért nem működik az integráció? Miért nem működik az integráció? És a megfejtés a iszlám mémen, vagy a Mohamed mémen kívül, mert hogy van ez a Mohamed mém, ami átadódik, mint vallás, aztán kicsírázik, és a termése az meg már egy politikai ideológia, meg egy párt. Nem, hát az hogy mondjam, nehéz megmondani, hogy hol végződik az individuum, és hol kezdődik a kollektíva egy olyan világban, ahol nem volt sosem különbség a kettő között. Valahogy. Nagyon más, és kurva érdekes, hogy miért nem működik. És szerintem azért, elsősorban azért nem működik az integráció, mert az integráció a tömeggel szemben soha nem működik, mindig csak az egyénnel szemben. Az egyéneket be lehet illeszteni, a tömeget nem lehet integrálni. Ahmedet vagy Yusufot bármikor be lehet integrálni. De amikor tömegben vannak, és már pedig tömegben vannak egyrészt kulturális, migrációs alapvető demográfiai okokból már nem megy, már nem működik. Az az igazság, hogy a pedagógusok, tehát aki volt pedagógus, az tudja, meg a pedagógusok, hát ez egy ilyen közhely, hogy 10%-os cigány tartalmú osztályban, most így mondom, ott lehet tanítani. De amikor már 25 vagy 30%, már nem lehet. Bizony a mennyiség, az minőség is egy bizonyos határon túl. Integrálni csak akkor lehet, tehát az integrál a 60% soha nem fogja a 40%-ot integrálni, vagy a 70-30-at. Nem fogja. Nem. A 10%-nál még integrálban, ott még működik.
ott még működik. Ezért a cigányoknak is az az érdekük, hogy egy olyan iskolába kerüljenek, érted? Ahol így be tudnak integrálódni a többségi társadalomba, nem pedig egy olyanba, olyan helyre kerüljenek, ahol kvázi a saját szociokulturális folyamataikat írják le, ami a nyomor. Ez nem egy ellenvetés, hanem egy olyan, amit mások mondanak, hogy lehet olyan is viszont, ez egy optimista verzió, vagy a franc tudja, hogy a 10% integrálja a 90%-ot, mert hogy elkezdi az elitet utánozni. Meg az a menő, az a trendi, az a divat, és akkor szépen civilizálódik. A 90% igazodik a 10%-hoz. Ez mondjuk ebben a társadalmi szférában nem megy. De hogyha érted ezt az iszlámmal szemben, ugyanez megy. Hát ott persze. Hogy valójában tömegben találkozol vele. Tömegben találkozol a jelenséggel, és úgy nem fogod tudni integrálni soha, amikor tömegben van. Csak egyénenként lehet. Akkor folytatnám onnan, hogy ez egy négy frontos háború. Négy különböző front. Kik vagyunk? Ki az, akit támadnak? Igen, kik vagyunk mi? Mi vagyunk, most úgy mondom, kurva egyszerűen, hogy mi vagyunk a... Schwarzenhaufen. Bocs, ha itt voltatok, Robival vicceltem még a szünetben, a Geyer Florian fekete serege. De hát a Robi ezt nem akarja, hogy mi a Geyer Florian fekete serege. De játsszuk le, mert még biztos van, aki nem hallotta. Nincs itt szóval kivetítő. A jó Isten. Egyik kedvenc dalom, a Florian Geyer, a nácik újra is elénekelték, a komcsik is elénekelték, a népnemzetiek is, a neonácik is, mindenki. Igen, minden zentülés. Az a lényeg, hogy legyen földgyújtani, tudod, ha őszint. Szóval, legyen földgyújtani való. Szóval. Kurva jó. Szóval, hogy a... Mi úgy gondolom, hogy mi a szellemi közép vagyunk. Mi vagyunk a polgárság. Vagy hogy fogalmazzak. A szó szitoján és nem burzsoá értelmében. Igen. A burzsoá értelemben elsősorban a kommunisták használták. Nem. Ebbe tévedsz. A kurva nagy antimarxizmusot téved, és előítéletes vagy. Kossuth Lajos is írja, hogy ő azért harcolt, hogy Magyarország úgy legyen polgári, hogy citoyen értelemben és nem burzsoá értelemben. A burzsoá már abban a korban nem csak a szélső balosoknak volt. De az Marx hatása volt. Kossuthra. Nehogy azt mondta, hogy nem, a Marx nem hatott Kossuthra. Biztos, hogy nem. Biztosítalak. Nem is olvasott szerintem Marxot, Kossuth. Ez ki van zárva. Figyelj, az ugyanakkor vagy történt. Vagy ilyen érdekes, exotikus dolognak tartotta. A két dolog ugyanakkor történt. Tudjuk, hogy a kollektív tudattalamból ugyanazok a dolgok. De a két lényeg, különböző helyen. Nem azt lényeg, mondom, hogy kifejezetten a világos, Marxtól vette. De a lényeg, hogy a burzsoá nem csak a munkás mozgalomban volt negatív és pejoratív, hanem a polgári, az ilyen kossuthi polgári izébe is, érted? Értem. Szóval, hogy kik... Szituáján az a öntudatos polgár, és nem a vagyoni gyűjtőket. Mondd meg, te, hogy kik vagyunk. Mondjad meg, te, hogy kik vagyunk mi. Hogyan definiálsz minket? Mi magunkat? Igen. A szélső középnek. Nézd, mi ízék vagyunk. Mi a... Értem, hogy mondjam, amit a kultúra, hogy mondjam, mi csak a polgár szó félrevezető. Mi a kultúra, de most világos, de miért félrevezető a polgár? Szerintem az miért egy rossz pejoratív szó? Az Orbán szó? Is kisajátította, és egy csomó mindent tapad hozzá. Olyan, mint a proli. A proli de az nem Orbán, azt jelenti de az Orbán, ma de az már, az igazság, hogy az Orbán egy ideig képviselte is ezt, csak aztán elárulta. Sose hát, képviselte igazán. De bizonyos értelemben egy darabig képviselte. Azért azt gondolom, hogy a nagy vonalakban a 98 és a 2002 közötti kormányzás nem, az már habony, az már az árulásnak a gyümölcse. Az már az árulásnak volt a gyümölcse. Mindegy, most mindegy, hogy nézünk kifejezetten az Orbán Viktorra, mert ebben az országban nem szabad a dolgokat úgy nézni, hogy az Orbán Viktorhoz való viszonylata az ne számítana, vagy ne lenne fontos. Alapvetően a dolgoknak Orbán Viktorhoz van viszonylatuk, nem hozzád. Tehát Magyarország így gondolkodik. Na, szóval kik vagyunk mi? Szóval, hogy mi vagyunk a szellemi középén, így hívom. Mi vagyunk azok, akik a négy frontos háborúba ékelődve védelmezik a civilizációt. Ilyen kurva egyszerűen meg a humánumot. Mondjuk így fogalmazok. Mi vagyunk a szekularizált humanisták. Mi vagyunk a világ. Még ha vallásosak. Mi vagyunk a világnak vagyunk? A jó... Lehetünk vallásosak, lehetünk ateisták. Mi vagyunk a deszakralizált humanizmus. Mi vagyunk a globális öntudat. Hívjuk így. Mi vagyunk a globális öntudat, ami felébred.
És nekünk egy négy frontos háborunk van. Négy fronton, négy különböző ellenség ellen. Ez a négy ellenség, ez a zsarnok állam, a céges pszichopátia, a vallási fundamentalizmus és a sötéten örvénylő emberi tömeg. És bármilyen furcsa, ez a négy ellenség, mert ez a négy ellenség. Ezek egymással is háborúznak azért. Folyamatos, nem, de nekünk ez nem a dolgunk. Érted? Ki lehet őket egymás ellen? Ja. Ez egy maximális forgatókönyv lehet belőle. Néha csináljuk. Szóval igen, előfordulhat. Előfordulhat. Na jó, az a lényeg, hogy van ez a négy frontos háború, de ez folyamatosan zajlik. És nekünk folyamatosan védelmeznünk kell a magunk határait. És ez az a négy ellenség, amelyik a Jézus Krisztusnak a haláláért felel. Ez a négy ellenség. Ők négyen. Nézzük meg, a zsarnok állam az maga Pilátus. A céges pszichopátia az maga Júdás, ugye a 30 ezüsttel. A vallási fundamentalizmus az maga Kajafás, a főpap. Így van. És a sötéten örvénylő emberi tömeg az pedig Barabást kiáltanak, így van. És ők négyen felelnek a Jézus Krisztusért. A Jézus Krisztus véréért. Ők négyen. És ők azok négyen, akikkel szemben mi itt vagyunk, itt állunk. Már abban is benne vagyunk, hogy Jézus egy történelmi személy, föl se támadt. Már abban is benne vagyunk, hogy Isten meghalt. Bármit aláírunk. De mi itt vagyunk, és őrizzük, vagy védelmezzük ennek a fiktív figurának, vagy történelmi alaknak a nézetrendszerét, mint egy élő erkölcsöt. Mert hát ezek vagyunk mi, nem? Kikben működik az isteni... Én úgy hívom, hogy Szentlélek. Mert szerintem a lelkiismeret a Szentlélek. És az egész további hókusz-pókusz a Szentlélekkel kapcsolatban az hókusz-pókusz. Komolyan azt gondolom, ez a Szentlélek. Ez az, ami benned van, ami te tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. A szívedben van írva a törvény. Egyébként. Ez az, amit az Isten, arról volt szó, hogy meghal a Jézus Krisztus, de nincsen baj, mert elküldi helyette a Szent Lelket. És a Szent Lélek az a belső Jézus Krisztus, aki ott van benned, és tudod, mindig tudod, hogy mi a helyes, és mi a jó, és mi a rossz, maximum nem azt csinálod. És mit de mondott, mindig tudod. És, mit és ez Jézus, a Szent Lélek. És ez itt van veled. És ez vezet most, hogy már a Jézus Krisztus is csak egy történelmi személy, meg az Isten is csak egy elfelejtett mítosz, vagy egy halott Isten. Kicsit most már kezdünk átmenni szektába, de jó ez, mert egyébként kurva jókat mond a Robi, csak ez a vehemencia, az olyan német Sándor. Nem, egyébként az nem így beszél. Várjál, nem, ez sértés volt, de nem akartam, mindegy. A izét, egyébként tudod, mit akartam mondani, Robi? És mit mond Jézus a evangéliumba? Hogy ha valaki káromolja az atyát, vagy a fiút, még annak is megbocsájtatik. Aki a Szent Lelket káromolja, annak sem e világon, sem a túlvilágon soha nem bocsájtatik. Meg érted, mit jelent ez? Ez már vallási fundamentalizmusban hajlik. Nem értetted, mit mondott. Tehát, hogy aki mondjuk őt megtagadja személy szerint, ja, annak megbocsájtatik. A Szent Lelket káromolja, annak soha nem bocsájtatik. Na de várjál, de aki a Szent Lelket káromolja, még annak is megbocsájtatik, aki a fiút, azt mondja, aki az atyát, vagy a fiút káromolja, annak még megbocsájtatik. Aki a Szent Lelket káromolja, annak sem e világon, sem a túlvilágon soha nem bocsájtatik. De nem az a pszichopata? Hát ezt mondod, hogy aki azt a tanítást káromolja, annak sem, soha nem bocsájtatik. Vagy akiből hiányzik a belső istenség, érted? És most pont megvilágosodtam, érted, hogy lehet, hogy valaki mondjuk tagadja Jézus szemét. Annak még megbocsájtatik. De aki a Jézusi erkölcsöt tagadja, annak soha nem bocsájtatik meg. Na, erről sehol van szó. Mert igazából mi egy olyan civilizáció vagyunk, akik eladtuk az Úristent. 30 ezüstért egyébként. Egy enciklopédiáért adtuk oda. A 18. században. Egy enciklopédiáért. Az volt a deal, hogy adjátok ide az Istent, és adunk helyette egy kurva hosszú könyvet, sorozatot adunk. Egy sorozatot most adunk az istenetekért. És az emberiség azt mondta, hogy azt legalább olvasni tudjuk, ez meg olyan zavaros. Érted? De nem ez történt? Hogy így kurvára kérjük a könyvet. Így a könyvet választjuk. És így megkaptuk a könyvet,
megöltük az Istent. Megöltük az Istent. Ma az már hozott egy olyan könyvet, amelyikből kiderült az is, hogy az Isten, a Jézus Krisztus csak egy történelmi személy volt. Már ezt is elfogadtuk. Már ebben is benne vagyunk. De még a Szent Lelket nem árultuk el. Mert a szívünkbe írt törvény az itt van velünk, és erre mondom azt, hogy szekularizált humanizmus. Ez működik, Isten nélkül is. Működik, mert a Szentlélek itt van, az itt maradt. Mert erről van szó? Ő a vigasztaló. Ő a vigasztaló, ő az, aki végig itt van velünk, a belső iránytű. A belső iránytű. És az, akiben ez nincs, és az, aki ezt káromolja, annak soha az a pszichopata. Az a pszichopata. Az a pszichopata. De várj, ha genetikailag pszichopata, akkor megbocsájtható? Ez egy komoly etikai kérdés. Nincs kinek megbocsájtani, nincs minek mert megbocsájtani. Nincs személy mögötte, igen, nincs minek kérdező. Megbocsájtani, bár csak lehetne. Bár csak bazd meg, ő egy olyan ember lenne, akinek meg lehetne bocsájtani, akkor meg is kéne neki. És amikor azt mondom, hogy a pszichopatánál legalább a testi fájdalom, és akkor a kínzás, minden, és hogy leugattál egyszer, hogy milyen sötét vagyok, mert hogy én hogy gyűlölök meg. Nem, a pszichopatát is be lehet illeszteni humánusan. Humánusan. A pszichopatával szemben, mivel nincs lelki ismeret, ezért marad a kínzás. Nem, csak teste van, viszont azt lehet mondani neki, hogy mostantól csillagász vagy, apám, nem orvos. Tehát mondjuk egy ilyet lehessen mondani valakinek. Várj, viszont jó leletei megvannak, hogy pszichopata vagy meg. Mert jó sebész lehet. Pont azért, mert hogy, érted? Inkább mint egy műszerész. Tehát ez a sok sebész pszichopata, mert nem érez semmit, és akkor úgy áll az emberi testhez, mint egy jó műszerész a televízióhoz. Már ahhoz az emberi testhez, amelyikhez. Ugye? De erről van szó. Kezdetben volt az egység. Aztán az egység elveszett, és lett helyette a szeretet. Azt hittem a kétség. Nem. A kétség hasította meg az egységet. Ja. Megyek pisztolyt. Egyébként tényleg így van. Egyébként ez tényleg így van. Nem kétséges. Kezdetben volt az egység, és az egység elveszett, és aztán kaptuk helyette a szeretetet. És akkor a szeretet, az a mai ember számára már egy ilyen ősi állapotnak tűnik, pedig a szeretet előtt volt valami, amikor még nem kellett szeretni, mert nem volt mit szeretni. Tehát nem, a szeretet az már a hiányból fakad. Már nem vagy egy azzal, amit szeretsz. Csak emlékszel rá, hogy egy voltál. És ezt éled meg úgy, hogy szereted azt. Emlékszel az egységetekre. És hát ez a szeretet, amit érzel. De valójában a szeretet az már egy létromlott állapot. Az egységnek az elveszése után vigaszdíjként kaptuk az egységért a szeretetet. Aztán elveszett a szeretet. És akkor a szeretet után ugyanígy kaptuk, egy ilyen vigasztalásként kaptuk a vallást. És akkor maradt a vallás, ami emlékszik a szeretetre, ami emlékszik az egységre. És aztán elveszett a vallás is. És akkor kaptuk helyette az erkölcsöt. Ez lett az új, ami már hát nem vallás, de hát még van ez az úgynevezett erkölcs. És az a kérdés, hogy aztán hagyjuk-e, hogy elveszen az erkölcs, és legyen belőle törvény. És aztán az a kérdés, hogy azok, akik hagyják, hogy elveszen az erkölcs, és legyen belőle törvény, azok hagyják-e majd, hogy elveszen a törvény, és legyen belőle részvény? Vagy lehet, hogy ez az egész már lejátszódott? Már réges-régen részvény lett belőle? Elveszett a vallás, és lett belőle az erkölcs, elveszett az erkölcs, és lett belőle a törvény, és aztán a törvény is elveszett. Most már a törvény is elveszett, nem? Csak részvény. A részvénynek annak van értéke. És most itt tartunk, de nehogy azt higgyük, hogy majd a részvény nem vészel. Tehát nehogy azt higgyük, hogy majd itt van a vége, és akkor most a részvény. Hát most ez már a vége. Nem. Elvész a részvény. Én nem tudom, hogy mi lesz belőle, de kíváncsian várom, és lehet, hogy már a mi életünkben lesz belőle valami. Valamit kapunk. Helyette. Az elveszett részvények helyett. Most itt tartunk. Be akarjuk-e fizetni az emberség árát? Én azt szeretném, hogyha szavaznánk. Szavaznánk a... Jól csinálod.
Szavazzunk már arról, hogy hogyan akarsz fizetni a az emberségedért. Ugye most a migráns kérdésben. Ezek az emberek szerencsétlen, tehát hogy mondjam, betértek ide hozzánk, mi hozzánk a büszke nyugati... Betértek? Kurva jó igéket használsz. Jó, mindegy, így, betértek. De értelmezzük, szóval így, értelmezzük így, mert ez ilyen, ilyen bibliai. Igen, az persze, tökre. Érted? Ez a Betlehembe betértek. Szabad-e betérni ide Betlehemmel? Betértek ide, és szállást kérnek, mert hát menekülnek a háborús otthonaikból. És mi vagyunk ugye a büszke, szekularizált humanisták, akik hát így bennünk működik a mérték, ugye? Mi tudjuk, hogy így hogy kell, hogyan kell, hogy mit kell. És én azt mondom, hogy van három lehetőség, amire szavazhatunk. Az egyes lehetőség az az, hogy jöjjön mindenki, aki csak ott lakjon, ahol akar. Mert mindenkinek jár a jog, hogy ott lakjon és éljen, ahol ő akar. Nem hiszek az államban, nem hiszek ebben a zsarnokságban, hogy most bizonyos embereket kirekesztünk a jóból, mikor neki is jár. Ez egy hozzáállás, ami egy, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy egy transzparens vélemény, szerintem egy öngyilkos vélemény, de csak úgy mondom. A második lehetőség az az, hogy a pénzeddel. Hogy a pénzeddel szavazz. Hát hogy valahogy, hogy mondjam, valahogy meg kell fizetni az emberség árát, ez lehet pénz. Ez azt jelenti, hogy 15% migráns adó. És nem telepednek be, de emberségesen tartjuk őket. És van a harmadik lehetőség, hogy akkor számolj el a lelkiismereteddel. Tehát, hogy így húzzuk fel a falat, és basszuk ki őket a kurva anyjukba, aztán vonuljanak, amerre látnak. Ez a harmadik lehetőség. Szavazzunk. Ki szavaz az elsőre, mely szerint jöjjenek bárki mindenhol, aki akar, lakjon ott, ahol akar? Szavazzunk. Nyugodtan. Egy ember, van egy hősünk. Egyébként büszke vagyok rá, hogy bazeg, ennyire underground valaki, bazd meg. Én szeretnék lenni te. Én szeretnék lenni te. Rock and roll. Igen, rock igen. And roll. Igen. Rock and roll. Na igen. Nem értünk egyet, de büszkék vagyunk rád, kurva. Ja. Szavazzunk, a második lehetőség az az, hogy 15% migráns adó minden forintodnak a 15%-a, bazd meg. Ez azt jelenti, hogy a jövedelmet 15%-át oda kell adnod, hogy azért, hogy ezek az emberek legyen meleg vízük, mert hát otthon volt, tehát ezek nem ilyen, érted, ezek nem ilyen sátorból csövesek. Jött, nem beduinok. Sátorból jött cigányok, beduinok. Várjál, ezt hozzá szeretném tenni, egy szírboltos a 8. kerületben, ez pár éve történt, bejönnek a cigányok hozzá, és ott elkezdenek ott zajongani. És azt mondja, így kollégám, levértáros, így kérdezi, mi a véleménye erről? Azt mondja, nálunk is, tört a magyar, de hülyén, vannak ilyenek, úgy hívják őket, hogy biduinok. Tehát ő kapásból ezzel azonosította a cigányokat. Egyébként kurvára nem olyanok a beduinok. Tehát én ismertem beduinokat, utazgattam is velük, azért nem olyanok, mint a cigányok. Szóval, az a kérdés. Húbazd meg, de rasszista szöveget nyomtam. Most jöttem rá. Jaj, hát most aztán kiutáltak a szalomból, soha többet nem mehetsz. Nem zabálhatsz be abban a kurva jó kis ilyen kicsi ilyen kis szendvicsből, bazd meg, amire rárakják a kaviárt. És a Heller Ágnes mondja, ossza az észt. Ja. Szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy 15% migráns adót akar fizetni, mert nem elegendőek a költségek, ő továbbra is fizetni akar, plusz 15% migráns adó, az emberség ára szavazzunk. És akkor itt jön a harmadik lehetőség, mely szerint szavazhatsz... Fal, aknamező. Fal, nem kell az aknamező, hagyjuk már az, bazd meg, ne legyen már választás. Tehát erről ne szavazunk már, bazd meg, az aknamezőről. Fal, és mehetnek a jó kurva anyjukba, vagy Szaúd-Arábiába, vagy az Emirátusokba, ha akarnak. Szavazzunk. Köszönöm, és most emelje föl a kezét az, aki egyszer sem emelte föl eddig a kezét. Fúj. Tömeg. Emberi, sötéten örvénylő tömeg.
No mindegy, érdekes, minden esetre van tétje, hogyha ennyien nem szavaztak mi. Szóval, de az a kurva jó, hogy egyébként őszinték is felemelik. Tehát ez tök jó, hogy szavaznak az arra, jó, hogy... Az jó, az jó, az persze. Igen. Úgy se jegyezzük meg a fejüket. Hát az... Szóval az az igazság, hogy az, aki úgy szavazott, az az egy srác, aki úgy szavazott, hogy jöjjön mindenki, vonuljon, amerre akar, és lakjon ott, ahol akar, és éljen ott, ahol akar, ő az életmódjával fizet az emberségért. Az emberség ára az életmódod. Azok, akik úgy szavaztak, hogy 15% migránsadó, és emberséges körülmények, meleg víz, száraz ágy, háromszori kajálás, meg fűtés, meg tehát, hogy normális csatornázás. De ez még nekem sincs, bazd meg. Ez. Pedig én őslakos vagyok. Akkor neked nem kell befizetni, akkor neked fizetünk 15%-ot, bazd meg. Te kapod meg az összeset. Na, szóval... Lehet, hogy egy menekültáborban jobb dolgod lenne, nem? Kurvára. Kurvára. Üdös paraszt. Na. És a harmadik lehetőség, tehát, hogy a második lehetőség, hát te a pénzeddel fizetsz. Te a pénzeddel fizetsz, 15% nyilvedelmeddel fizetsz, ez az emberség ára te befizetett pénzben, aki másodszor emelte fel a kezét. És aki harmadszor emelte fel a kezét, hát az megfizeti a lelkiismeretével. Ő is fizet. Az emberség árát be kell fizetni. Mindenki befizeti. De ha nincs lelkiismeretük, mert pszichopaták? Akkor nem kell. Kimutatja akkor az, Ashley szólnak. Kimutatja az akkor emeli... fizetés nélkül távoznak. Ki, és 300 forintot akkor is itt hagynak a kurva anyukat, megbasszák. De várjál, de ebbe az a szar, hogy akkor a pszichopaták járnak legjobban, bazd meg, mert csak 300 forintot fizetnek. Elméletileg ezért ilyen vonzó szekta. Vágod, bazd meg, hogy a céges kultúra miért virágzik. A nem pszichopaták is pszichopaták akarnak lenni. Te is azzal pózolsz még itt a színpadon is, bazd meg, hogy te ugyan, bazd meg, pénzért bármi. Tehát, hogy eladom az anyámat a gestapónak. Ez egy erős mém, azért érezzük, hogy ez egy erős mém. Ez azért tud valamit, pszichopatá. De ez nem krisztusi mém. Ez a nem krisztusi mém. Elhangzott az OB-gatás a múlt heti előadásnak a YouTube videója alatt, hogy nehogy ma, de igazi troll támadás ért minket, nehogy ma, de a trollozásunkért semmi gond nem volt, tehát azzal nem volt, ott igazunk volt, a trollokat bocskoltuk, hanem ott nem volt igazunk, hogy a homofóbiának az alapja, hát nehogy már utálom a buzikat, azért mert buzi volt, a buzi vagyok. A buzi vagyok! Utálom a buzikat! Buzi vagyok! Ha utálom a rendőr, akkor rendőr vagyok! Ha utálom a kurva anyád, akkor én vagyok a kurva anyád! Én válaszolok, igen barátom, buzi vagy, rendőr vagy és a kurva anyád. Azt hiszem, hogy igen, de jó, hogy van egy ilyen levelezés rovatunk, nem? De én csak arról beszéltük, hogy én nem mondom, hogy te vagy a buzi. Én azt mondom, hogy három fontos személyiségformáló kapcsolaton belül ott lesz a buzi. Én nem azt mondtam, hogy te vagy a buzi. Azt mondtam, hogy vagy az apád volt a buzi, vagy az apádnak az apja volt a buzi, volt a buzi, vagy a nagybátyád volt a buzi, aki fölnevelt, vagy nagyon jó, nagyon közel álltál hozzá, vagy valami, ott valahol, bazd meg, valahol az érintettségi körben, méghozzá ennyire... ilyen nagyon alapvető, fontos, tehát nem úgy buzi, hogy a kollégád a buzi, vagy a sógorod, érted? Nem de így. Ennyire hanem úgy, hogy bazd meg, a nevelőapád volt a buzi, mondjuk. Ha ennyire fölháborodott, módon... akkor megbuziztak, barátom, bazd meg, ha így de nem, az apja, vagy az apját, ami még fájdalmasabb, érted? Még rosszabb, vagy az apjának a bátyját, vagy valami, hogy mondjam, ott van valahol nagyon, nagyon érzelmi relációban ott van a buzi, különben mi a picsáért a szabad idejében nem a kurva sört issza, meg a kurva pornót nézi, meg veri rá a faszát, helyette kimegy a buzi felvonulásra és dobál. Miért? Miért? Bazd meg! Tehát, hogy így... De az eszembe se jut, hogy esetleg dughatna egy nőt.
Miért pont veri a faszát pornóra? Tehát, érted? Ez érdekes, hát vannak nők is, van pinájuk, dughatja azt is. Hát, hogy miért pont a jó, oké, gonzó aszkéz is, tudom, tehát ez gonzó élet. Gonzó aszkéz is, fontos a szókapcsolat. Ezt mondta, gonzó aszkéz is, a gonzónak nincs nője, ezért aszketikus elvonulást gyakorol, pornóra veri a faszát. A gonzó életmódnak nagyon szigorú regulák. Nagyon szigorú regulák kötik a gonzót. Mindig egyetlen ruhadarab, ami lehet egy alsó nadrág, de kiválthatja egy atléta trikó. Lesz gonzó szakácskönyv? Robikám, lesz gonzó szakácskönyv? Stál Judit lófasz ehhez képest. Még ott van a itt van regula, még, itt van, a formula. Van még miről beszélnünk. Nézzük. Halljuk. Múltkor beszéltünk arról, hogy a vertikális limesz az iszlám és a szekularizált humanizmus között húzódik, és a horizontális limesz meg a dogmatika és a misztika között. Erről beszélnünk kéne. Emlékszel erre? Hogy a picsában emlékeznék rá? Akkor erre reflektáljunk, kérlek, mert hogy ez fontos. Ez még fontos, amit el kell mondanunk, mielőtt lezárjuk a fél évet. A dogmatika és a misztika. Igen. Továbbá a szekularizált humanizmus és az iszlám. Mint egy koordináta rendszernek a négy zóna, vagy a közrefogott négy terület, ha érted. Értem. Jó, hát a misztika az az élő vallásosság, illetve a vallási lényegnek az átélése, és az független minden dogmától, és mindenféle vallástól, és mindenféle regulától. Igazából a misztika, ami alatt nem a miszticizmust, és főleg nem az okkultizmust, nem az ezomezót, nem a New Age-et, nem a természetgyógyászatot, nem a somagé és a mamát, nem a Eckhart Tollét, és a közhelyhuszár divat filozófusokat. És nem Osót, igaz? Nem Osót, és nem ezeket a szarokat értjük. A misztika az a szellem időfeletti jelenléte. Az, amikor megszólítja, tulajdonképpen a szellem megszólítja a, hogy is mondjam, mit, a felébredés, igazából ez a legjobb, megszólítja az embert belülről. Az Istennek az élő jelenléte, és ez túl van a dogmatikán. De egyébként nem minden esetben áll szemben a dogmatikával. A dogmatika az kétarcú, az Jánusz arcú. A dogmatika lehet út a misztikához, és lehet akadálya a misztikának. Ez de az azért valamit elmond róla, hogy a misztika vonatkozásában létezik. Megdefiniálod. Persze, igen. Hogyne. Hát igen. És arról van szó, hogy a dogmatika és a misztika között van egy horizontális limesz. Ezen a horizontális limeszen alul van a misztika. Fönt van a dogmatika. A dogma, és van a szekularizált humanizmus, ami pedig egy függőleges, egy a vízszintesre merőleges horizontális limesz, ami a vertikális limesz, ami az iszlám és a szekularizált humanizmus között húzódik. És ezt a négy zónát ezt detektálni és érteni és értelmezni kell. Mi az, ami az iszlámon belül misztika, és mi az, ami az iszlámon belül dogmatika, és mi az, ami a szekularizált humanizmuson belül dogmatika, és mi az, ami azon belül misztika. Hát és ez az. És ezeket meg kell nevezni, és azonosítani kell, és definiálni kell. A szekularizált humanizmuson belüli dogmatika az oké. Azt én értem, az emberi jogok nyilatkozata, meg egyebek, és meg az alkotmány, meg hasonlók, és a szekularizált humanizmuson belüli misztika az, amikor a mai nyugati ember felfedezi magának a Buddha tanítását, felfedezi magának a szufit. Kurva érdekes, képzeljétek el, na ez nagyon megrázó volt a számomra, nagyon megrázó volt a számomra, kurva tanulságos, és... Van egy, a főiskolán van egy olyan speckolom, ami a misztikáról szól. És Eckhart mester prédikáció, nem Eckhart Tolle, az igazi Eckhart, egyébként bazd meg ez az Eckhart Tolle. Snobizmus fél óra. Ez az Eckhart Tolle, bazd meg. Szörnyű, egy csaj azt írja rám a nyáron, én is ismerem Eckhart mestert, olvasom. Tényleg, bazd meg, feleségül veszlek. Hát ilyen nincs, hogy egy nője...
Hát kiderült Eckhart Tollét, bazd meg, Eckhart Tollét, nem a 13. századi német domonkos Eckhart mester. Eckhart Tollét, bazd meg, a közhely huszár divat filozófus, bazd meg. Eckhart Tolle, azt olvassa, persze, fingja nincs, hogy egyébként, oké, mindenki úgy él meg, ahogy akar, Eckhart Tolle kurva jó, divatos, gazdag, fasza, szalonok, minden, csak ne nevezze már magát Eckhartnak, bazd meg, az olyan pimasság, hogy valaki magát Eckhartnak nevezi. És az nem pimasság a Rodriguez részéről, hogy rendez egy olyan filmet, hogy volt egyszer egy Mexikó. Úgy csinál, mint hogy volt egyszer egy Leone lenne, bazd meg, hogy legalább de szerintem vicce, ez poén. Olyan fos volt, olyan egy Rodriguez fos, aljadék szarfilm volt, bazd nem meg. Olyan, mint a konyaktor pirkadat. Ne is nevezd. Jó, oké. Okay. Na, visszatérve erre a Eckhart, és képzeld-e, a megrázó az volt, hogy nézzük Eckhartnak a prédikációit, érted? Nézzük Keresztes Szent Jánosnak a szövegeit. És a buddhizmus révén kezdjük érteni. Európai emberekként a buddhizmus ból értelmezzük a saját spirituális gyökereinket. Érted? Ez nagyon durva. Belegondolsz, nagyon durva, bazd meg, hogy a buddhizmust előbb értjük, és utána fedezzük föl a saját keresztény spirituális gyökereinket. Érted? Nagyon durva. De nem arról... Nekem annyira megrázó, megdöbbentő volt, amikor az egyik hallgatóm ezt mondja, hogy tulajdonképpen mi a buddhizmusból értelmezzük, nem értékeljük, értelmezzük Eckhart mestert. És Keresztes Szent János, meg Avilai Szent Terézt, meg miközben nem tudjuk, nagyon hogy, durva. Miközben nem tudjuk, hogy mi történt Jézussal az elveszett évek alatt. Ugye itt 17 évről beszélünk. 17 olyan évről, amit hát így Jézusról így nem tudunk. Nem tudjuk, hol volt, nem tudjuk, mit csinált. Nem tudjuk, mi történt vele. Nem lehet kizárni azt, hogy Jézust érte bizonyos buddhista hatás. Ezt nem lehet kizárni. De tök mindegy, én nem szeretem az ilyen magyarázatokat, és megmondva... De történészként, tudjuk, nem érte, és ne is érje, és megmondjam, miért. De nem mondom, hogy mert érte. A szellem időfeletti és térfeletti. Érted? Ugyanaz a szellem nyilatkozik meg mindenhol. Erről van szó. Nem érte történeti hatást, nem érdekel, hogy érte-e. Igen? Ács volt, dolgozott, proli volt. Meg tudtuk, hogy Ács volt és dolgozott. Ács volt és dolgozott, aztán 30 éves korában azt mondta, az Ács Józsinak volt azt mondta, a hogy tartsd oda a másik arcodat, aztán az már csak keresztre feszítették. Ács Jézus. Na, hát ja. Ja. Jó van, na, nem erről beszéltünk. Ács volt, most, Ács volt. Most jó, nem erről beszéltünk. Jó, nem, alapvetően azt gondolom, hogy ez a szekularizált humanizmus találkoztatása, vagy együttállása a misztikával, azt gondolom, hogy azt annak a tanulságait, meg annak az összefüggéseit hordozzuk, meg próbáljuk meg keresztül vinni, átütni, vagy átadni most, vagy továbbra is. A misztikát igen, de a misztikát nevezhetjük a szellem időfeletti jelenlétének, hanvas után. Igen, így. Föl lehet ezt vállalni. Így. Aha, erről van szó. És akkor ezzel szemben meg van az iszlámban ugyanez, a mi szellem testvéreink. A szufik. Ők a szufik. Akik gyakorlatilag... üldöztek mindig mindenhol, kivéve egy-két jóságos uralkodót, aki valahogy kedvelte őket, de az egy ilyen időszakos valami volt. De valójában mindig is, tehát mindig és is véresen. És itt hogy ők muszlimok-e vagy nem. Ők maguk kikérnék maguknak, ha azt mondanád, hogy nem vagytok muszlimok, mert hát érted, igen, de valójában Mohamedből semmi nem... De keveset tudunk a Mohamedről. Na, tudod mi az igazság? A szufikkal kapcsolatban, hogy ők nem vallanák be soha, hogy nem muszlimok, mert akkor tudják, hogy akkor kiirtanák őket. De azt gondolom, honnan hogy ők alapvetően monoteista misztikusok. És hagyjuk ezt a Mohamedet, meg ezt a iszlámot, meg a Kába követ, jó? Jó, mert nem az, mert igen. Érted, miről beszélek? Már több mint 100 évvel ezelőtt egy magyar orientalista, egy bizonyos Golzier Ignác írt egy ilyet, hogy a buddhizmus hatása az iszlámban a szúfi. Több mint 100 évvel ezelőtt.
Mások írtak egy olyat, hogy a kereszténység hatása, azért, mert a borivásnak a szufiban van egy szimbolikája, és az lehet, hogy a eukarisztia, érted, tehát a Krisztus vére, tehát hogy a kereszténység hatása az iszlámra a szufi, tehát a szufikat valahogy mindig olyan furcsa idegen test voltak, érted? Valójában a harc hol zajlik? A vertikális limeszen zajlik a kereszténység, vagy hát szekularizált humanizmus és az iszlám között, vagy a horizontális limeszen zajlik a dogmatika és a misztika között. És valójában mind a kettő igaz, de önmagában egyik sem. Mert mind a kettő zajlik. És mi a dogmatikának, a iszlámnak, a nyomása alatt, és eközben pedig az összes többi ellenséggel szemben, az állammal szemben, a tömeggel szemben, meg a céges pszichopátiával szemben állunk föl, és tartjuk a saját vonalainkat. Tehát megvannak a saját falangszjaink, ha érted. És ezzel vége is, negyed van. Blokkolni kell? Hát már túlléptük, tehát most még a késésünket is behoztuk. Úgyhogy szerintem ezzel búcsúzzunk. Szóval, hát akkor maradjunk abban, hogy januárig ez volt az apu azért iszik, mert sírsz. Aztán januárban meglátjuk, hogy folytatódik-e, mi rajta leszünk. Köszönjük. Boldog új évet. Sziasztok. Kellemes karácsonyt.